A Klassz FM bemutatja Morning Show. Ez történt a Morning Show-ban. Ha indul a reggel és kivet az ágy, ha már a csap feled habzik a szár, a zuhany alatt vagy a kávé után, a kormány mögött vagy kint az utcán. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 7 óra múlt 14 perccel. Mi melót tett ebbe a Feri, összeállította, vezényelt, intett, beintett, volt egy kicsi fáziskésés, de megoldottuk a dolgot. Csak egy negyed órát treníroztam a töveget, hogy gyerekek, vége a szignálnak, tegyük oda magunkat, hogy hallják országszerte, mennyien vagyunk, beintek majd. Igen, körülbelül ez. Kicsit vártak, igen. Picit olyan, mint hogy messziről ide haladszódott van az első epilálásodnak a hangja. Egyfajta majális hangulat van már itt a budaörsi reptéren, állnak a helikopterek kint a füvön, áll az összes műrepülő, hát most laikus vagyok, nem biztos, hogy egészen jól mondom. Közben... Nem, ezek igazi repülők, nem úgy értem, hogy egyik sem. Igazi repülő, amivel műrepülni lehet. Családok vannak már itt kint nálunk, néhányan kipróbálták a kerékcserét, fotozzák a helikoptereket, mindenki ölelget mindenkit, mindenki szeret mindenkit. Úgyhogy így van, mindenki. És mindenki mesztelen. Ó, végre. Úgyhogy zajlik a budaörsi Klassz FM-es kitelepülés. Jöjjön mindenki nyugodtan. Itt vagyunk egészen 10 óráig. A gépeket egész nap meg lehet nézni. Nem sokára, csak mondjuk, hogy Feri hát próbára teszi a rotorokat, és megpróbál a levegőbe emelkedni. Terheléses próba. Így hívjuk ezt, terheléses. Megterheli a rotorokat, és felemelkedik. Ugyanis ugye elindulunk a főnökért, akiket már ugye az alkalmazottat, a kollektívát, a csapatot tegnap este kiválasztottuk, hogy megszerezzük a szükséges repülési engedélyeket, hogy bárhol le tudjunk szállni a helikopterrel, úgyhogy Feri nem sokára egyébként elindul, és ott pedig látom, hát azt vagy elkötötték, vagy a saját pilótája ül benne, nem tudom, így de van, valaki felszállni valaki látszik, én azt tudom, hogy 8-ig nem száll föl senki, de ott már valaki elindult. Bizony, bizony, vagy a gép mozog, vagy a repülőteret húzzák alatt. Ha esetleg hallgatunk, szedjétek ki a gépből. Igen. Mert ahhoz nincs engedélye. Nem, egyelőre csak beáll. Szerintem vele fog a főnök repülni már, mint a géppel. Én úgy látom, mondjuk laikus vagyok ebben, és 8 ugyanolyan gép áll itt a budaörsi reptéren. Uh-huh. De most tennék rá 5 gubát. Valaki? Igen, két személyes, én tartom. Igen, én is úgy látom a kifejezéstelen tekintetből és a behavazott orlukakból, hogy ő éppen beáll. Így van. Na, ugye ígértünk mi több ajándékot is a hallgatóinknak, közben itt még folyamatosan kapjuk az információkat, hogy mivel lehet repülni, felszáll majd a helikopter, arra is sorsolunk valakit. De mondtuk, hogy érdemes kijönni, mert hogy egy B-25-ös vadász, nehéz, nem, rég a bombaszóró, dupla szárnyú, emberpusztító. Csata cirkáló, elfogó éjszakai szörnyekbombázóval repülhetnek. Így van, lehet repülni, és ugye ígértük, hogy a helyszínen választunk, hát tudod, Feri, a hálátlan szerepről van szó, az csak a tiéd lehet. Így van, köszi. Nem egyszerű kiválasztani, de 4 hallgatót kellene. Én egyet kérek, hogy legalább egy gyerek legyen benne. Jó. 4. Négyet? Négyen mennek, csak így kérdezem. Csomó felnőtt letérdelt. Jó is most a lányok is. Jó, tehát egy apuka vagy egy anyuka, egy gyerekkel legyen benne. Nem egy családból választunk, hogy nagy legyen a szórás. 4 ember, de van még repülés, úgyhogy aki szeretne B-25-tel repülni, tegye föl a kezét, Feri gyorsan választ. Ki az, aki menni akar? Atya Isten, körülbelül 100 kéz a levegőben. Hát 4 ember, tedd le a kezed. Ki az a 4, aki menni... Megőrülök. És egy gyerek itt van mellette. Mi a neved? Krisztián. Krisztián, kivel vagy itt? A nagymamámmal és a nagybátyámmal. Jó, a nagymama elmegy veled repülni? Lehet. Hol a nagyi? Jöjjön ide, drága nagyi, csókolom, mi a keresztneve? Éva. Éva, mikor repült utoljára? Hát vagy 20 éve. És akkor is egy ilyen vadászbombázón tetszett menni? Valami géppel. Igen. Az már jó, körülbelül meg vagyunk. Hova tetszett akkor repülni 20 éve? Egy céggel voltunk lent Balatonon, és akkor elvitték a társaságot valami géppel repülni. Uh-huh. És váltságdíjat követeltek, tudod. Na mit szólsz, Krisztián és nagymama? Szerintem Krisztián és nagymamájának ott a helye a B-25-ön. Jó? Nagymama végig sikítja az egészet? Biztos. Nagyon jó, egyel meg vagyunk. Várjál, csak Krisztiánról egy mondat. Krisztián, te repültél már életedbe? Ültél már repülőn? Soha nem repültél. És milyen gépen akartál, vagy mi volt az álom? Bármi? Bármi. És nézted az eget, és mondtad, de jó lenne egyszer repülni. Tessék? Nézted az eget, és mondtad, de jó lenne egyszer repülni. Igen. Haveroknak elmeséled majd?
Elmesélem. Elmesélem, mondd meg, hogy nagyon durva volt. Jó? Na, így fog bemenni hétfőn. Na, mi van, csírá? Jó, repültem egy B-25-ös vadász bombázóval. Jézus úristen, jó, keres. Jó, hú, mindenki el akar menni. Feri Zabi gyerekei közül ne jelentkezel senki, őket majd a hétvégén elviszi Vidám Parkba. Na, az lesz, hogy hátra dobom az egyik mikrofonomat, akit eltalál, az a következő. Jó, akkor még kell gyerek, vagy most már... Szerintem egy gyerek van, legyen, jó, egy gyerek, legyen két felnőtt még. Egy felnőtt férfit keresünk, Jézus úristen. Na, akkor nem tudok mit mondani. Te állsz legelől. Jó, teked mi a neved? Sándor vagyok. Sándor, nézd meg, ők mind gyűlölnek. Jó, gratulálunk. Nagyszerű, hogy bejutottál. És akkor egy hölgyet fogunk választani. Te, gyere ide hozzám, légy szíves. Mi a neved? Judit vagyok. Judit. Melyikőtök repül, Sándor és Judit? Én is repültem. Akkor ti nem repülhettek a francba. Nehogy már az legyen, hogy akik repültek, azok mennek még egy kör. Akkor utasszállítóval mentetek? Igen. Jó, ezt tudjátok, hogy egy kicsit keményebb meló lesz. Igen, nem baj. Mi az, hogy nem baj? Majd rájössz, hogyha fönt vagy, akkor hogy nem baj. Sándor, munkahelyedről te elkéreckedtél-e ma? Így van. És azt mondtad, hogy jössz ide hozzánk a Morning Show óriási buliára, elengedtek? Elengedtek, igen. Saját munkahely, úgyhogy elengedtek. Ja, de így nem nehéz. Judit, neked kellett lógni valahonnan? Nem, én szabadságon vagyok. Hogy lehet így? Csak ezért vettél ki szabadságot, hogy ma itt legyél, tényleg? Igen. De drága vagy, ez mindig annyira jól esik. Jó, átadunk meneteket a hostess lányoknak, jó? Ők tesznek rátok egy ilyen csukját, hogy ne lássátok, honnan repül a B-25, jó? Mert mindent nem mondhatunk el. És mentek át egy másik reptérre, mert hogy onnan száll majd föl a B-25, jó? Jó utazást kívánunk, vigyázzatok magatokra. Oda viszont gyalog kell menni, sok sikert, szevasztok! És ha kisrác esetleg rosszalkodik, akkor ott szóljatok a nagymamájának, hogy figyeljen rá, jó? Neki ez nagyon nagy élmény lesz. Jó, és egyetlen jó tanács, semmit ne húzzatok meg, ami pirosra van festve. Igen. Menjetek oda, jó? Ott a Zsuzsi, a szőke hölgy. Sanyika, induljál egy csillagom, hát figyelj, bejut ebbe a tutiba, és így áll. Édesem. Mehet vele? Anyósa nem, mert magát kilökné, tudja? Nem engedjük, hogy magának baja legyen. Anyós úgy elmehet, kérdezem én, Anita, hogy csak kocsival átmegy, megnézi, hogy felszállnak, integet, és megvárja őket ott? Még egy anyós mehet, aki nem száll föl? Akar megkérdezi. Menni, anyuka? Maga szereti ezt a fiút? Igen. Sofúr augusztus, na menjen akkor. Tessék be. Menjél akkor nyugodtan, jó? Nem biztos, hogy nem tudjuk, hogy hány hely van a buszban, de ha van, akkor tudsz menni föl már a gépre, csak 4 ember fél, viszont akkor tudsz integetni a család többi tagjának, aki repül. 24 karátos szíved van. De látod? Ennyi, nézd meg. Hogy amikor már mindenki azt gondolja, hogy milyen vagyok, akkor miért villantok, mi? Komolyan mondom, hogy nem is érted bérért, fizetésért, az élményért dolgozom veled. Ha nem fér be a kocsimba, itt a kulcsom, vigyétek át az én autómmal. Ne, legyen Feri. A végén mindenkit elvisz egy körre a Balázs az autójával, azt mondja, jó? Sorsolunk még egy csomó mindent. Félre a tréfát. Igen. Sorsoljuk még egy államutazást holnap a nagy napon, ugye a nagy autós repülős napon Norbi mellett. Fölültetünk egy csajt a Talma mellé, szintén sorsoljuk még. Valaki a besenyeivel majd a mai napon nyer egy repülést, és egy későbbi időpontban repülhet még, úgyhogy vannak még ajándékaink. Van egy kobra, de nem a gatyámba, hanem ott szembe. Ott is. Az egy helikopter, azzal is repülhet, majd valaki felszállunk, úgyhogy lesz még azért itt mindenkinek sok minden a helyszínen. Na, hívjuk akkor azt a kollektívát, akik ugye beneveztek, mert hogy ugye a főnök is most már felszállás közelben van, közben Feri nem sokára orientálódik a helikopter felé, mert Feriék elstartolnak innen a budaörsi reptérről, és mennek át ugye egy másik reptérre szintén, ahol ugye felszedjük a főnököt és az alkalmazottat. Úgyhogy nagyon helyes levelet írtak egyébként, tehát több száz jelentkezés jött, itt se volt könnyű választani. Igen, egyelőre még nem tudjuk, hogy őt szeretik, vagy gyűlölik, és ezért jelölték-e, de minden esetre mi őket választottuk. Majd mindjárt kiderül. Feri, csak annyit mondok, hogy bár az ingerencia nyilván benned van, ezt a rotort nem kell beforgatni. Nagyon kedves vagy, már mentem volna oda. Így van, a levél egyébként nagyon aranyos, mindjárt szemezgetünk belőle, és ha minden igaz, akkor az alkalmazottat hívjuk? Alkalmazottat hívjuk. Attila, hello, jó reggelt, Jani, jó reggelt. Hello, Attila. Na, te voltál, vagy ti voltatok az ötletgazdák, ugye, akik beneveztétek a főnökötöket? Így van, így történt. Na, hát nem is tudjátok, hogy milyen szerencsések vagytok, az e-mail oldalunk konkrétan fagyásig telt, tehát több ezer e-mail jött, rengeteg munkahely nevezett be, de végül is benneteket választottunk. Attila, ha jól tudom, akkor ti már ugye ott vagytok Tökölön, mert hogy Pest megyéből jöttetek, és oda vittünk benneteket, ugye? Igen, itt vagyunk, és várjuk a helikoptert.
Hát, ott még várja még, Feri, még itt van nálunk, úgyhogy... Cucika, igen. Megyünk. Na, Attila, mesélj egy kicsit a főnöködről, jó? Hogy neveztétek be? Kinek az ötlete volt? Milyen ember ő? Hát igazából úgy történt, hogy nálunk az irodában általában ti szóltok a rádióból, és egyik reggel hallottuk a felhívást, hogy be lehet nevezni a főnökünket egy ilyen műrepülésre, és gyorsan megvitattuk ott a kollégákkal, hogy benevezzük-e a főnököt, és arra elhatározottuk, hogy igen. De annyira jó ember, vagy annyira rossz ember? Annyira jó ember. Annyira jó ember? Igen? Igen, tehát, hogy igen, 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 igen. Tehát mi úgy gondoltuk, hogy ezt nagyon megérdemelni, ezt a lehetőséget. De mint te le vagy fizetve? Vagy micsoda, hogy a jó ember a főnököd? Mi van veled? Mi van veled? 10 éve nem találkoztam ilyen főnök. Gyere hozzánk dolgozni. És ott van melletted egyébként? Igen, kicsit távolabb, de itt van mellettem. Ha úgy hallom, hogy tegnap kicsit, amikor megtörtént a kiválasztás este, ugye a repülési engedély miatt egy nappal az adás előtt, vagy egy fél nappal, kicsit mintha kezdett volna meghátrálni, mikor megtudta, hogy mi vár rá? Hát meghátrálni nem, de azért elkezdett erősen izgulni. Igaz az, hogy röszkénél csíptetek el a határnál? Nem, ez nem igaz. Milyen állapotban van? Mit látsz rajta? Izgul. Izgul? Már szegény nem tudja, mi vár rá. Egyik lábáról a másikra áll, izgul. Várja már, de... Nézd meg, légy a száddal, hogy cserepes-e az ajka. Hányan vagytok a munkahelyen? 25-en. 25-en vagytok, aha, tehát egy ilyen kis kollektíva. Tehát egy családi vállalkozás, igen. Egy családi vállalkozás, igen, kell. Tehát de mitől családi, várja. De ugye rokoni szálak nincsenek köztetek, ugye? Te nem az öcsédet vagy a bátyádat nevezted. Nem. Jó, mondjad, Feri. Hogy mitől mondhatjuk azt egy főnökre, hogy jó főnök? Mondj három jellemzőjét, mert ez, hogy jó főnök, ezt elmondtad, ez oké, de mitől jó? Na, megfogtuk. Igazából egy konstruktív ember, tehát mindig meghallgatja a beosztottai véleményét, és hallgat is rá. Nem egy vérengző típus, tehát én még kiabálni nem hallottam a munkahelyen. Na jól van. Illetve időben utal, és sokat van távol. Igen. Add egy kicsit nekünk Gergőt, a kiválasztottat, jó? Akit benevezted magát a főnököt. Rendben, adom egy pillanat türelmeteket. Oké. Sziasztok. Hello. Tessék, sebből Gergő. Haha, Gergő, hello, jó reggelt. Verbusz, jó reggelt. Hogy vagy? Köszönöm, jó. Kicsit izgulok. Én már látom a repülődet. Tényleg? Igen. Jó, neked. Most valamit a motoron éppen csinálnak, mert még az előbb leállt egy kicsit. Hú, de folyik az olaj. Nem vár. Jó legyen rajta, minden meghúzva. Hát figyelj, egyelőre négyen állják körbe, ez sose jelent jót. Csóváljuk a fejüket. Gergőként, milyen állapotban vagy? Azt mondd el nekem. Hát jól indult a reggelem, aztán borzasztóan elkezdtem izgulni. Milyen drága alkalmazottaid vannak neked, ugye? Igen. Tudtál a nevezésről, hogy esetleg ők is beneveznek, vagy csak később tudtad meg, amikor már a nevezés megtörtént, hogy bekerültél a kalapba, és benevezett a kollektíva téged? Hát kaptam némi információt, aztán végül is ti tájékoztattatok, tehát a rádiótól kaptam bővebb tájékoztatást. Na jó, hát még nem tudod, mivel készülünk, mert a repülés az csak egy dolog, de hát itt van a kollektívának egyfajta kis kívánságlistája, amit szeretne rajta hajtani. Én azt gondolom, azt is meg fogod ígérni, amiről nem is tudsz, és nem is ismered, hogy mit jelent, vagy bármi. Hát tehát nagyon óvatosan, mert ma van fizetésnap, tehát hóvége van, ma van fizetésnap, úgyhogy... De nem adtad ki, ugye? Még nem. Szigorúan délután, meglátjuk, hogy mi történik. Nagyon rutinos vagy, tehát finoman azért bezsaroltad a kollektívát, hogy oké, gyerekek, megyek repülni, csináljuk, amit kell, de ha ez a repülés úgy sül el, akkor fizetések befagyasztva 4 napos ünnep előtt. Így van, csak erre szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy bármi úgy történjen, hogy ma fizetés. Igen, ezt ők tudják, úgy és alakul. Küldtek is egy másik listát. Tessék? Tudják, és küldtek egy olyan listát is, amikor utalhatsz. Na figyelj, Gergő, nem sokára meglátjátok a helikoptert, mert itt már mi melegítünk, szerintem szépen lassan behallatszik adásra, úgyhogy tőletek elköszönünk, a Ferit föltesszük a helikopterre, és megyünk hozzátok át arra a reptérre, ahol vagytok, jó? Jó, úgyhogy készüljél, még egy fél órát van. Ettél itt ám a valamit? Enni nem ettem, nem tudtam, egy kávét ittam, de lehet, hogy az se kellett volna. Figyelj, van egy elmondatunk, amit tegnap kaptunk a hallgatóktól, nagyon szeretjük. Olyat tegyél, ami kifelé is édes, jó? Ja, értem, jó. Ezt tegnap óta imádom, ez Jani elmondata is, ezt még megtanuljuk németül is 9 óra. Oké. Okay. Gergő, nem sokára akkor személyesen találkozunk itt Budaörsön, jó? Rendben, oké, okay, rendben. Jó utat neked a helikopteren, szevasztok. Köszönöm. Ciao. Szervusz, sziasztok.
Ferencem. Are you ready? Tedd próbára a rotorokat. Várjatok, mikrofont váltok. Válts egy mikrofont. Életileg most hallottok engem ezzel is. Így van, hallunk, és hát Feri helikopter egy gyönyörű, tűzpiros gép nem sokára a levegőbe emelkedik. A rotor az már pörög, üzemi hőmérsékletre kellett kezd kerülni, úgyhogy Feri nem sokára felszáll és repül át tökörre. Aha. Igen. Még mindig? Hallunk, tökéletesen. Nagyon jó vagy. Gyönyörű a szerkezet, ha beülök, akkor elméletileg rendesen lesz. Erőt, egészséget, jó napot kívánok. Nem férek el benne, már megint ilyen kis zugót hoztatok. Húzd a fejed! Figyelj, most estem le! Most ne integes, Feri, ne integes, mert levágja a kezed! Jó! Hello! A pilóta nem hiszi el azt, hogy ekkora súllyal nem tud fölszállni. Úgy nem ér át az ő. Középre, Feri, középre a balansz miatt! Nem tudom, mit mondasz, nem hallom! Jó, hát én mondom, Feri már beült a helikopterbe, egyelőre négyen próbálják becsatolni a biztonsági övet. Hát igen, nem kis kihívásokkal küzdködnek. Gumipókot vigyetek! Kössétek le! Feri pedig nem sokára felszáll egy gyönyörű, kétszemélyes, piros helikopterrel, elrepül a Amiben négyen ülnek. De csak azért, hogy Feri súlyát kiegyensúlyozzák, és nem sokára pedig indul tökörre, ott még van a bekötés körül egy-két kis manőver, és utána Feri felszáll. Gergő is izgatott volt, nem? Nagyon. De hát azt azért hallani lehetett, hogy nagyon szeretik az alkalmazottak. Hát most még Gergő is szereti az alkalmazottakat. Az mi, tajtékcsik, vagy Feri sugárban hány? Nem tudom, de a jó arc vagy, most ráveszünk egy álljunk ki a szélére és indegessen. Igen. Most azt a bújtor csöpist! Állj ki a színére! Na, hát ahogy hallom, már a rotorok üzemi hőmérsékleten vannak, úgyhogy megbirkózva a negatív G-vel, a súlyjal és Ferivel, a helikopter pillanatokon belül emelkedik, és megyünk a főnökért. Bekötötték? Hogy látod? Hát szerintem bekötötték, de nagyon küzd ez a rotor. Kaptuk ez a sörgyek is, uram! Ja, még van egy videósunk, őt is be kell kötni. Aha. Őtben megmutatom az őriöző tömeget. Tapsoljatok! Köszönjük szépen, egy ember emelte fel a kezét. Igazán jó érezni a tömeg szeretetét. Hallasz minket, Feri? Igen, körülbelül, most már kezdenek. Sas 2, Tohonya 1, jelentkez! Tohonya 1, itt a föld! Ja nem, itt a levegő! Hoppá! Gyerekek, bevasszok! Hát azért ez egy nagy élmény megint. Nem tudom, hogy emlékeztek-e még a múltkori helikopteres bejelentkezésre, amiből hát gyakorlatilag botrány lett, és hát tulajdonképpen egy nagyobb büntetés sikerült összetettük. Majd most megpróbálom egy kicsit visszafogni. Pilótánk magabiztosan egy térkép van nála, amivel nagy X-el be van jelölve, érted, hogy hova kéne elszállnunk, és nem arra megyünk, de nem baj az, de fenn vagyunk egy körülbelül 300 méteren, gyönyörű a látótávolság, fantasztikus az idő, és akkor megközelítjük a tököli repülőtere. Imádkozzatok, itt a magasba, hiányoztok egy kicsit! Szia, Feri! Szia! Ferencünk ebben a pillanatban elrepült, kapcsoljuk akkor majd, ha ugye leszállt a reptéren, és utána indulnak vissza. Na, hát felszálltak. Nagyon szépen erő. Feri, hogyha esetleg hallasz, és mondjuk muslincásodik a szélvédő, mász ki egy kis bogároldószeres ablakmosóval. Nagyon szép mondat volt, egy szavadat nem értettem, de tényleg. Ti nekem viszonylag elég rosszul jöttök a fülembe. Én tudok beszélni, azt remélem, hogy halljátok. Odaérünk a főnököt, és akkor szerintem a leszállás után egy csendesebb környezetből tudunk jelentkezni. Budaörs, Budapest, Diós, a Duna, a távolban kérem szépen a gyárkévények. Hát ez azért nagy dolog ez a repülő. Egy a lényeg, Feri, nyugodj meg, nem alfában vagy, nem lesz bajod. Jó, Ferinek köszönjük szépen, akkor kapcsoljuk majd, ha ugye már hozza visszafelé a főnököt. Morning Show. A Klassz FM. Gyerekek, ha bárki látja a Janit, a vállán itt vagyok, hallak benneteket, srácok, tudjátok, hát a technika vívmánya itt a 2014-es évben már ezt lehetővé teszi, itt vagyok, hallak benneteket. De azt mondtad, hogy már voltál egy jó, megint bementél? Hát igen, mert megláttam az Alfát. Igen, hát az Alfa Jet az ebben a pillanatban, illetve pontosabban néhány perccel ezelőtt áthúzott itt a budaörsi reptér felett. Rengeteg SMS kapunk, Török Bálint, Diós, Budafok, hogy mindenki látta a repülőt. Illetve a Honi légvédelem is jelezte, hogy leszedik. De csak ha te benne vagy akkor. Nem, azt mondja, 9 után. És hát itt a pilóta csak egyfajta ilyen, hát nem is tudom, ilyen kis éreztető szándékkal kétszer áthúzott a budaörsi reptér felett. Jani pupilája pedig, hogy fölnézett, szűkülni kezdett. Kicsit erre forgott, kicsit arra forgott, kicsit fölkapta, és aztán ugye el
elindult tököl felé, ahol várja az áldozatát. Remélem egyébként, hogy tudtam, mit csinált, és nem pedig az volt, hogy BASZEG! Nézd, hogy pörög! Nem, azt majd később fogja. Külön szeretettel hívnánk fel a figyelmet arra a kunsztra, amikor a második átrepülés után fölhúzta az orrát, és egy fölfelé menő dugóhúzót csinált a csávó. És este ki belőle a csavarok. Igen, ez az alap. Nagyon durva. Nagyon jól néz ki ez az Alpha Jet. Ugye, aki nem látná, vagy nem tudja, hogy milyen gépről van szó, nyilván sokan vannak, egy ilyen kis vadászgéphez hasonló, ugye gyakorló gép, ami tulajdonképpen, mint egy ilyen F akárhányas, körülbelül úgy néz ki messze a levegőből. Kétüléses, ahogy láttam értelemszerűen, hiszen te is benne leszel, és itt nem tudom mennyivel ment, de 900-950-nel tud menni az a végsebessége. Van. Hát ez gyakorlatilag egy gyakorló változata egy harci repülőgépnek, ez, ahogy már mondtuk is a műsorban, rendszeresítő volt ez a géptípus a francia és a német légierőben egyaránt. Így van, tehát sebességben ugyanazt tudja, technikában ugyanazt tudja, hát ha szerencsénk van, akkor gépfegyver nincs rajta, mert te nyilván ahhoz nyúlnál hozzá egyből. Na, hogy vagy? Hát egy rosszabbul? Azt a szót kerested, hogy rossz? Hát gyerekek is vannak. Gondolj rám, hogy ezt én is túléltem tavaly. Neked egy kicsit a G-vel nagyobb bajod lesz, de ne törődj vele. Tehát ha azt túléltük, vagy Feri, amit kapott a helikopterbe, hát akkor ahhoz képest... Csuda jó lesz. Csuda jó lesz. Csuda itt jó. Vagy Jani, ssss, halasz, Jani, ssss. Baj van, Jani, ssss. De néha a ssss között így... Mondtál valamit, Jani, körülbelül ez lesz. Na, hogy mi történik itt a budaörsi reptéren, hát egyrészt meg kell dicsérni a mi hallgatóinkat, mert hogy rengetegen vannak, de tényleg ebben semmiféle műsorvezetői túlzás nincsen. Mi már ugye a füvön, a reptér közepén, a kordon másik oldalán pedig több száz hallgatónk jött el megnézni egyrészt Jani repülését, a főnök repülését, és együtt majálisozni, ugye tulajdonképpen a Klassz FM-mel és a Morning Show-val. Ugye, ami zajlik ebben a pillanatban, az az, hogy a főnökünket elkezdték beszerelni, és felszállás közeli állapotba tenni. Többen matatnak még a lába viszont... között, nyilván, ha a feleséget csinálná, szeretné, így, hogy egy nagy darab szakállas ember csinálja, talán kevésbé. De az arcán már azt a fajta természetes mosolyt, mint amikor landoltatok felé, nem annyira látom. Figyeljetek, ugye? Olyan pánik van, hogy ezt el nem tudod képzelni, ugyanis úgy kezdődik a beszállás egy ilyen gépbe, hogy rádadják az ejtőernyőt. De figyelj, ugyaninnen nem lehet kinyitni, mert 5 méteren nyitunk, de mindegy, legyen ezt rajtad. Ezt én se értettem, igen, hogy ez tulajdonképpen miért kell. Főmérnök úr, hagyj kérdezzem meg, minek az ejtőernyő, mikor 10 méterről fog leesni? Azért, mert különben nem tud kényelmesen benni ülni a repülőgépbe. Ja, hogy ez tulajdonképpen egy háttalmat, gyerekek, nagyon jó. Aha, tehát ez egy kényelmi funkció. Na, mielőtt megszólaltatnánk a kollektívát, meg aki benevezett, ugye ő már beszélt, meg hát jöttek neked sokan drukkolni, egy-két dolgot, hogy Gergő, mégis hogy vagy, jelen pillanatban mit érzel, ugye ülsz már bent a gépben, igen. Csatolnak be téged, hogy érzed magad? Köszönöm szépen, jó. Ennyi? Kicsit magas lett a hangod, Gergő! Köszönöm szépen, jól! Na, minden oké, srácok! Igen, mert rámúznánk itt a heveder, aztán pont összeszorult mindenem. Kicsit? Azért lett magas a hangom. Gyerekek már vannak, Gergő? Még nincsenek. Nem is lesznek, engedel, ne törögel, semmi. Beszéld meg a feleségemmel. Na, milyen érzés egyébként, tényleg, mennyi az adrenalin, izgulsz, hogy vagy? Nem, figyelj, én ültem a besenyeivel, tudom, hogy ilyenkor az ember már azt se tudja szinte, hogy hol van. A pulzusom reggel óta 1000 fölött van, úgyhogy ez most nem állt le, most még erősebben ver a szívem. Nagyon milyen... kemény egyébként, mert hogy ő egyébként, ezt nem mondtuk, elől ül. Tehát ebben a pozícióban egyrészt nem tudsz megölelni senkit, másrészt picit olyan érzete van az embernek, hogy ő vezeti a repülőgépet, már pedig nem te fogod. Hát remélem, nem én fogom. Ez az a kar, amit nem kell meghúzni repülés közben. Csak mondom, jó? Nehogy baj legyen. Figyelj, a legjobb, ha semmihez nem nyúlsz. Én jó, tudom. Tényleg. Meg sem mozdulok. Ülj és próbáld élvezni, úgyse fogod. De hát... Ennyi. Illetve Ferit is megkérjük, hogy még egyszer ne támaszkodjon a gép szárnyára, mert már így is recseg. Remélem, nézd már meg, ki van ott. Illetve szeretnélek megkérni benneteket, drága hallgatóink, hogy ne nagyon dohányozzatok, mert egy rohadt nagy olajfolt van a gép előtt. Gergő, te, neked ezzel se kellene foglalkozni. És ha marad még a leukoplaszból, ide még rakjatok szerintem. Jaj, gyerekek, szóval tényleg komolyan mondom, ennél nincs szebb dolog, amikor aha, tét nélkül, bizony, önfeletten, kivéve Janit, ugye Feri? Hát mi már ráérünk. Mosolyogsz, tavaly mi ezt letudtuk, akkor megszenvedtük, mi már csak együtt érzünk ugye Gergővel és Janival. Na, Attila, tényleg milyen főnökül, egy kicsit meséljünk erről, hogy mi a jó oldala, mi a rossz oldala, erről már beszéltünk, van-e egyáltalán rossz oldala, illetve mit lát most az arcán, mennyire megszokott, hogy így néz ki? Hát ez nem megszokott, sokkal feszültebb, mint általában. Igen? Az értekezleteken nem szokott ennyire feszült lenni? Nem, nem. Nem jellemzőre. Ez látom, valamilyen ritka bőrbetegség, ez a szürkeség?
Nyugi, ha feje lefelé repülnek, ott visszamegy a vér a fejébe. De azért ő alapjában a szeretetek jeléül neveztétek be, ugye? Tehát ő azért egy jó ember. Így van. Tehát azért neveztük be, mert azt gondoltuk, hogy megérdemli ezt a műrepülést. Hogy megérdemli. Az egyes a legkellemesebb, az ötös a legdurvább. Milyen repülést kíván neki a kollektíva? Körülbelül. Hetes. Mit kapjon? Hát egy ötöst. Egy ötöst? A legdurvábbat? Igen. De azt mondtad, hogy szeretitek. Hát egy életről szóló élmény lesz neki. Már most az, ha most kiszednénk, már az lenne. Tehát ha nem is repülne, már az lenne. Na, közben instrukciókat kap Tamástól, ami pilótánktól. Miket mondtál éppen, Tamás? Hát csak fölhívtam figyelmét, hogy hogy kapaszkodjon. Nagyon, így nagyon. És hát majd, hogy menet közben szépen, most már még el kell döntsük, hogy a fokozatosság elvét követjük, vagy dirdurben. Én tudod, hogy olyan ember vagyok, aki abszolút jó ember, és gyorsan az utóbbira. Hazája, ugye? Az utóbbira szavaznék. Jó, mire készülsz egyébként? Tehát hogy néz ez majd ki a levegőben? Hát a levegőben én először véletlen megnézzük, hogy milyen a hátorrepülésnek az élvezete, hogy milyen, amikor alulról nézi, vagy a panorámát, és azt követően így különböző ilyen alapfigurákkal szeretnék neki kedveskedni. Uh-huh. És mindezt úgy, hogy hallunk téged ugye rajtad így van, keresztül. Így van. És majd mindezt úgy, hogy kedden vizsgáztál. A levegőből, és remélem fogjátok hallani a mi belső kommunikációnkat is. Na, a kalap gumi a széria felszereltség? Tehát, hogy rá szíjaztátok a fejhallgatót? Ez praktikum. Ne essen le! Gergőkém, van itt egy-két kívánság a kollektíva részéről. Igen. Ha ezeket a kívánságokat te teljesíted, akkor mi beszélünk Tamással, hogy bánjon vele gyengéden. Aha. Ha valamelyik a kollektíva által kért, vagy kívánt dolgokra, te nemet mondasz. Vagy esetleg egy kicsit még nem tudod, hogy mit válaszoljál, akkor szintén beszélünk Tamással, csak az neked nem biztos, hogy jó lesz. Értem. Úgyhogy Feri közben törölgeti Gergő arcát. Van rá szükség. Ha rám hallgatsz, akkor most az itt felsoroltakból bevállalsz mindent, és megígérsz, és teljesíted. Mert ha nem, megteheted. Beszélünk Tamás. Csinálhatod, de beszélünk Tamással újra. Jó? Egyébként annyit csak tudnod kell, hogy Tamás hírhetten önfejű pilóta. Vele nem lehet beszélni, mindenki ezt mondja. Igen, hihetetlenül makacs ember. Én ismerem, mondtam, hogy Tamás légy gyengéd, azt mondta, tessék, ez nem nagyon ismét. Mi az utána nézek? Na figyelj, a kollektíva kérése a következő lenne. Igen. Gergő, ez az első, ugye? Attila, szóljál valamit rosszul mondok. Gergő, vigye el a társaságot májusban paintballozni. Iha. Iha. Nem hűha, igen. Tamás. Az a helyes válasz. Ez hűha, Tamás. Helyes? Tamás. Mondani, igen, csak annyi mondom, Tamás. Természetesen. Természetesen. Hallottátok? Gyere ide, Attila, hallottátok? Igen. Valaki jegyzeteljen, írjátok ki archívba, ezt megígérte. Briginek Gergő új nyomtatót ígért. Forgalomhoz kötötte, amely, ha teljesül, akkor megvan a nyomtató. A nyomtató azonban még nem érkezett meg. Gergő? Hát igen, volt egy ilyen megalapodásunk. És miért nincs ott az a rohadt nyomtató, mi? Akkor úgy gondolom, hogy most ezt is meg kell ígérnem, hogy ahogy itt végeztünk, megyek és veszem a nyomtatót. Gyertek ide közben nyugodtan, ti mind a kollektíva? Gyertek nyugodtan hozzánk közelebb, egészen nyugodtan, hogy halljuk az öröm sikolyokat egyébként. Ki a Brigi? Nincs Brigi éppen a... A nyomtatót szereli, tudod? Dolgozik. Na milyen így látni a főnöket, hello csajok? Nagyon izgulunk. Igen? Hát képzeljétek ő, hogy érzi magát. És nagyon igen. Nincs jól, nem? Nincs, abszolút. Ugye azt látom, hogy egyébként nincs jól. Idén nyáron, következő kérés, jöhessen a fagyis minden csütörtökön, és kaphassunk a cégtől fagyit. Tessék? Bocsás, nem hallottam. Mondd, hogy igen. Mondd, hogy igen. Itt valami történik. Igen, persze. Igen. Mindenki új széket szeretne. Új széket? Azt a mindenit, ezt nehéz bevállalni. Tamás. De természetesen repülés után széket is megyünk vásárolni. Hallottátok? Igen. Kezes ember ő. Én azt gondolom, hogy nincs ez ebben. Milyen széket szeretnél? Forgósat. Forgósat. Nagyot bőrt főnöki. Forgósat. Nagyon jó. De várj, miért csak forgósat? Miért nem forgós masszírozósat? Az idei év végén a buli ne borkostolás legyen. Sokkal jobban szeretnénk egy Oktoberfestet, vagy egy prágai sörtúrát. Gergő? Hát az nem év végén van. Tamás? Gergő? Vigyük föl 8-asra. Tetesen. Hallottátok? Megyünk Oktoberfestre. Hallottátok, mit mondott? Megyünk Oktoberfestre. És az utolsó, jó? Ha a mai napot élvezi a Gergő, egyszer hadd élvezze minden dolgozó, szervezzünk repülőnapot, sem egy 10 milliós költségre törődj. Persze, mit számít? Mit számít? Egyszer élünk, szervezünk egy repülőnapot saját magunknak, de ez már nyilván nehezebben teljesíthető. Jó.
Egy utolsó viszont, ez most találtam, a mai napon a cégnél maradt dolgozók kapjanak egy girosztálat. Girosztálat. Kérem? Hűha. 11-es fokozat nem mehet? Ez a jó válasz. Természetesen már rendelem is van. Ez az igazi főnök, gyerekek, csak értetek él. Nagyon jó, mondjad? Mi itt maradtunk, mi nem kapunk? Ja, jó. Szemtelennek se jó lenni, mert ha lejön és túléli, akkor viszont végetek van. Gergőkém, mondanám, hogy jó utazás, de hazudnék, mert nem az lesz. Érezzétek magatokat nagyon jól, csukjuk a fedelet, így van. És de aztán a repülőben még, majd találkozunk. Ami még szabad a Gergőkéz, írasd vele alá a papír. Tiéd a cég. Lecsukhatjuk akkor, jó? Tamás, innentől kezdve rád van bízva, ahogy gondolod, és ahogy érzi. Tessék? Megoldjuk, rádiózgatunk. Rádiózgassatok egy kicsit. Jó? Oké, köszönjük. Gergőkém, az ország főnöke vagy ezáltal. Több ezeren irigykednek most rá, több ezeren szerettek volna repülni, úgyhogy sokan irigykednek. Gyerekek, egyedül. Ez a sárga madzag itt a szárnyon nem gáz? Én levágnám, ezt én is láttam. Jó, nem tudom, mire való egy ilyen. A múzeum ezzel köti ki, hogy a gyerekek ne menjenek hozzá közel. Atyám, no. Legyen szíves, in nomine Patris et Filii et Spiritus. Szentelt fel a gépet. Gergő, már innen. Elől ebben a pillanatban indítjuk a motorokat pillanatokon belül. Hátul Tamás egy gyönyörű kék bikás sapkában, és ebben a pillanatban egy kicsi melegítés után ők majd ugye felszállnak ebben a gyönyörű időben a budaörsi reptéről, aki Török Bálinton lakik, Diósdon lakik, Budaörsön lakik, nyugodtan jöjjön ki az erkére, mert hogy pillanatokon belül látható lesz, ahogy a főnök repül, hát nem örül, nem? Hú, de durva is, most látok egy embert, errefele szalad és azt kiabálja, nem, ne hagyjátok, én vagyok Illés Tamás! Hogyha az utolsó üzenetet kéne mondani a főnöknek, mi lenne az? Vigyázzon magára egész! Ő már nem tud vigyázni, itt most már csak a Tamás vigyázhat. Ő már nem tud, így van. Na, hát ebben a pillanatban zajlik a melegítés. Nem nagyon tudok igazából az arckifejezéséről mit mondani. Én nem ismerem őt, de szerintem nem biztos, hogy ez a legtermészetesebb arc. És az ország főnöke a több ezer jelentkező közül ebben a pillanatban felszállni készül, és valamit mutogat. Hát a kollégáknak, hogy átvágom a torkotokat, ha túlélem, körülbelül ez volt benne. Igen. Na, közben kérdezem én a kollégákat, hogy próbál mosolyogni, vagy mit láttok rajtam? Izgul, nagyon izgul! Hajrá, Gergő! De azért ti szeretitek, tehát ő egy jó ember, nem? Nagyon jó gyerekek. Ember, tényleg. Minden megígért, ez nagy dolog, nem? Igen, nagyon örülök. Figyelj, lesz girosztálatok, lesz oktoberfestetek, lesz új széketek, lesz nyomtatótok, úgyhogy minden megígért. Egy dolgotok nem lesz főnököt, de hát Istenem, minden nem lehet, érted? Abszolút. Fizetés is. Hát ugye azt ő elmondta tényleg, hogy tudta, hogy ma jön ide repülni, és délutára tette a fizetést. Közben már ugye itt halljuk a rádió forgalmazást. Bekeket tudunk csinálni, vagy nem tudom, hogy nem látom, hogy a taxi útott a DC-veget. Hát nem tudom, én ilyet hallanék a pilótát, hogy nem látom, hogy hol van az út, már elkezdenék félni, nem? Először vagyok itt, nem tudom. Neked kell, egyedül vagy egyelőre. Egyedül vagy, menjél, csinálj valamit, körülbelül ennyi jött a toronyból. Igen. Egyedül vagy, nem tudunk segíteni. Igen. Mondjuk a hallgatóinak közben, hogy amit ti hallottok alattunk, az tulajdonképpen a rádió forgalmazás, amit ugye, ami pilótánk Tamás a toronnyal ugye folyamatosan kommunikál, felszállási engedély, egyedül van-e, illetve hogy az előtte való sok gomb az micsoda. Úgyhogy ezt próbálja. Igen, és hogy a kart merre kell húzni. Igen. Csak mondom, gyerekek, hogy amikor mi szálltunk föl tavaly, mi elmentünk a pálya végéig, emlékszel? Na most Tamás egy negyed távot vesz, ez azt jelenti, hogy körülbelül 15 méter után föl fogja kapni a gépet, mint az na jó, állat. De ne felejtsd el, hogy azt az anketest, amivel én repültem, a közlekedési múzeumban hozták. Azt mondjuk át, igaz, és tolni is kellett. Azt be kellett tolni konkrétan, aminek tavaly ugyanilyenkor a szárnyán ültem, meg hát nyilván azért ez gyorsabban fölkapható, mint egy anketest. Tényleg, én a legvégéről indultam. Ott neked végig kellett gurulni. Az ötkölődés végéig már végig gondoltam hatszor az életemet ott a szárnyán ülve. Senki sem hitt benne, hogy el tudsz rúgászkodni. Voltak, akik szorítottak is, hogy ne. Életem egyik legdurvább élménye. Na, közben pedig, ami főnökünk, vagy hát most már Gergő, ugye az ország főnöke, aki mindent megígért, gurul szépen a kifutó pályára, néhány gödör, néhány kolibri, néhány sasfiók és néhány fészek után a budaörsi reptér közelében készül kiérni. És tényleg érdemes kijönni, mert Tamás nyilván annyira magasan lesz, hogy a közeli agglomerációból ez abszolút látható lesz, hogy reptetjük a főnököt. Most már, hogy ő kevésbé hal minket, azért elmondhatjuk, hogy kedves repülés lesz. Tehát semmi durvát nem terveztünk, ugye? Te nem terveztél, én beszéltem Tamással, hogy ne. Meg a Tamás azt mondta, hogy megnyírja a környező jegenyéket is. Most egyébként, amerre most mennek, mi van? Beugranak még a tetyóba? Vagy műsor, mit csinálnak? Mi lesz? Fölszállni készülnek egyébként. Egy négy sajtos Mirelit pizzát, Tamás!
Figyeljetek, egyébként a kollektíva közül kinek az ötlete volt? Szóval, hogy együtt találtátok ki, vagy volt egy hangadó, és... mondjad? Az enyém volt, az én ötletem volt. A te ötleted volt. Tehát, ha jól sül el, akkor együtt viszitek el balhét, ha rosszul, akkor azért azt inkább te azt tudod. Igen. Tudom. Ez a nyilatkozat, ez jól jött még később a többieknek. Több volt, nem mi találtunk ki. Te mi vagy a cégnél, vagy neked mi a feladatod? Én a beszerzéssel foglalkozom. Hát foglalkoztál, fogadzom. Ja, szerintem ez a múlt felfüggesztve ez a pozíció. A múlt idő jó. Egy jó hangulatú cég vagytok? Igen, egy elég kellemes hangulatú cég vagyunk. Nagyon kedvesek a csajok, hát jó lehet itt egy csapatépítő tréning, nem? Hogy igen, az. Jó. Nem kérdezek erről. Sikerül, van párod? Van feleségem. És itt dolgozik ő is? Nem. Akkor nem mondj többet. Akkor erre azt kell, hogy szörnyűek ezek a bulik. Úgy utáljuk, mint a franc. Csak nincs kedvem menni. Fúj, az az évi kettő. Na, drága hallgatói, közben egyébként hát most már vagy az M1-M7-ig gurultak, vagy csak én veszettem el őket. Legalábbis most jelen pillanatban nem látom Tamást, Gergőt és az ő kis gépüket. Nyilván előttünk egy baromi nagy helikopter van, talán azért nem, de pillanatokonból megkapják a felszállási engedélyt, és hát elrugaszkodnak. Gyerekek, nem lennék Gergő helyében. Tehát ez ilyenkor nem egy könnyű pillanat. Jó, lesz nem az, egy figyelj, kényelmesen pillanat. Ül a háta mögött, ott van ez a kis párnás szerkezet, hogy ne nyomja a derekát az ülés, süt rá a nap, hát mi kell még, nem? Hát nem tudom, én egy picit elbizonytalanodtam, amikor megláttam Tamáson a járó gipszet. Az a múltkori sétarepülés eredménye. Igen. Látja valaki, drága közönségünk, sok százan álltok itt a kordon mögött, integessetek, ott vannak? Uh-huh. Vagy aha, már kigurultak valahova az autópályára, tehát pont a helikopter mögött. Várjál, a füstfelhő előtt vagy mögött? Ó. M540 Tango Alfa pálya szabad, a szél 3 csomó. Hát, pont jó. Ilyenkor az ember még abban bízik, hogy hát azt mondja, hogy nem tudsz felszállni, de nem, ilyenkor már nem mondják. A torony általában megadja a felszállási engedélyt. Ott van. Ott micsoda? Van. Nem, ott, az ott, egy ott, kamion. Ja. Na, hölgyeim és uraim, ebben a pillanatban a főnök pedig elrugaszkodni látszik. Hoppá! És felemelkedik. De kemény! Mögött a rendőrmotorosok. Mondhatnám, hogy barátságosan emelte föl, de miért hazudja? Nem volt barátságos ez az emelés. Gergő ebben a pillanatban egy hatalmas jobb kanyarral pedig elindulni látszik, és beleszállnak a napfelkeltébe. Él még? Istenem, de gyönyörű, mi az? Köszönjük, hogy indítottátok a galambokat a gép felé. Már egy brutális balkanyarral egyébként szépen repülnek vissza a reptér fölé. Hát, és egy zuhanó... Aha. Egy zuhanó repülésben elindul. Húzd jobbra! Na most figyeljetek! Felszedném! 10 méterrel vannak körülbelül a reptér felett. Fordítsd meg! Menni fog! Ne azt a gombot, Tamás! És ebben a pillanatban... Jézus! Körülbelül egy 4-es orsót sikerült beletenni Gergőbe. Pedig csak 3-ast akart. Mi a baj, kollégina, mi a baj? Nem kollégina, feleség. Ja, de vagy a felesége, Isten áldjon! Gyönyörű kapcsolat volt ez eddig, mi? Köszönöm szépen. Tamás, kérdezlek, esetleg hallottok-e minket? Tudsz-e valamit Gergőről? Hogy van? Éle még? Milyen színű a nyaka? Már lehet, hogy Tamás sincs életre. Aha. Igen. Oh. Ha minden rendben van, Tamás, füstöljön a hajtómű. Aj, Gergő ebben a pillanatban egy visszafordulót kezdett el, és most zuhanó repülésben indul a budaörsi reptér felé. Oh. Ez fájhatott. Na mit látsz? Izgulsz nagyon? Szerinted? Jó ember a férje. Minden nap ezt csinálja Balázs, tehát abszolút nem. Hallasz, Tamás, minket? Hát... Balázs, hogy hallottok? Abszolút hallunk, itt vagyunk, igen. Mit látsz, Gergő, milyen állapotban van? A Gergő egyelőre jóra fűzik, nagyon tetszik, de egy nagyon jó hatással van dolgok. Ez az áthúzás, ez nagyon jó volt, amit itt csináltál a reptér fölött, ha ebből kérhetünk még egyet. Figyelj! Ó, elindult fölfelé merőlegesen bele az égbe. Ez vissza! És ebben a pillanatban zuhanó repülésben most van a csúcsponton, áll meg egy pillanatra a levegőbe a gép. Istene! Fordul át a főnök, és zuhanó repülésben jön a budaörsi reptér felé. Most már biztos, hogy elájult. Igen! Nincs ennél jobb, mint ezt a földről nézni. Jaj! Ó, még egy hurok, vagy mi ennek a neve? Ennek! Pánik! Hát figyelj, nem tudom, hogy... Úristen! Megint megáll a végponton, figyelj. Átejti a gépet és zuhanás! És ebben a pillanatban... Aztán mindenit most... Újra! Zuhannak a reptér felé, hát durvábbat kap, mint amit kértünk. Ez nagyon súlyos! Ne sírjál, nincs baj, apa jól van, már figyelj. Nem emlékszik semmire. Nyugi, már elájult. Nagyon jó volt, Tamás, köszönjük szépen! Gergő bírja még a dolgot? Gergő az egy hős, meg kell, hogy mondjam. Aha, most ürített, és most minden a nyakába!
Na. Egyetlen, hogy egyelőre minden a helyén van. Milyen színű a nyaka? Szürke vagy piros? Mit látsz rajta? Most nem tud koncentrálni, mert fejjel lefelé fognak repülni, és ilyenkor egy kicsit nehezebben tud beszélni. Most jönnek át újra a reptér felett. Gyereke, Gergő jól bírja. Nagyon komolyan bírja egyébként. Tamás, hányszor mondta eddig Gergő, hogy mama? Ebben a pillanatban újra fölfelé indulnak, át is fordulnak a másik oldalra. Ez a hurok, amikor így megfordul, ugye? Hát nyilván ezt, ami Péterünk sokkal jobban tudná nekünk mondani. Jujjujj! Ki ne essél, haver! Én most már szólnék, hogy jöjjön le. Van valami jelszó vagy bármi, amit mondhatunk a Tamásnak, és akkor megszakítja a repülést? Ezt elfelejtettük nézd, megbeszélni. Milyen érdekes, pedig előtte megbeszéltük, hogy megbeszéljük, de nem beszéltünk meg. Nézd, hogy zuhannak megint. Én azért Gergő helyben bíznék benne, hogy nem teli tankkal meg fölmennék, fél óra is ott fog körözni. Na, hát Tamás, ha hallasz minket, akkor szépen lassan egyébként... lehozhatod, mert nem tudom, hogy a nyaka milyen színű, ugye erről tegnap beszéltünk, de a szürke hályog az már ott van. Rendben, akkor csinálunk egy aranyolátozás és leszállunk. Jó, jó, jó. Mindenféleképpen adj át valamit. Leszáll a férjed, mit szólsz? Nagyon örülök. Ennyire még sose vártad, ne? Soha. Most mit csinálunk? Vagy te mit csinálsz? Vagy hogy semmit, van ez? A Gergő megpróbált egy mondatot kipréselni magából, de ezzel még következő fél órában bajok lesznek, úgyhogy... Miért üti a plexit belülről a Gergő gyerekek? A főnök... Oké. Okay. Húzzatok! Legyen, na most legyen. Figyelj! 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 Kedves feleség, csak jelezném, hogy ez lesz élet egyik legszebbje. Így van, körülbelül 50 méter, 20 méter, 10 méteres magasságban a budaörsi reptér felett. Az ország főnöke most már újra merőlegesen az égbe. De ez már elmúlt. A repülő saját tengelye körül folyamatosan forog. Hát, ezt már nem kértük. Na jó van. Leszállat. Legyen jó. Hozzatok egy mentőt. Valami asszugérzett, Tamás ezt szeret repülni. Fél kilenc úr, pontosan 5 perccel Jani indul a reptérre. Te vagy a következő. Apukám, majd meglátom, úgy megy el a kedvem az egésztől, ahogy így ezt láttam most. Hál' Istennek ezekkel a harci repülőgépekkel nem lehet ilyeneket csinálni. De valami hasonlót lehet. Dehogy. Jani elindul a helikopterrel a tököri reptérre. Morning Show. Újra a stúdióból, az üvegstúdióból itt a budaörsi reptéren rengetegen vagyunk, úristen, hát többen vagyunk, mint tavaly. Így van, hát ez jelzi azt, hogy mennyire érdekeled te a népet, és mennyire érdekli a Jani repülése, tök mindegy. Még egyszer utoljára integessetek oda a helikopter felé, mert lehet, hogy ezt a fiút egy kicsit elvesztjük. Igen. Jánosunk ebben a pillanatban elindult ugyanazon a helikopter felé, amivel Feri ugye átrepült tökörre, az útvonal ugyanaz, János megy tökörre. Na most lehet majd őszintén az ő arcán is nevetni, az előbb találkoztam vele, már nem volt olyan természetes a mosolya, mint amikor, ami drága országfőnöként Gergő röhögött. Bali, elmehetek még vécére? Ezt konkrétan megkérdeztem, mondom, Jani, gyorsan, mert tökölön kell már lenned, beöltözés, gérú, hasonló. Úgyhogy ebben a pillanatban már indítja a helikopter a rotorjait, és Janival repülnek át, ugye tökörre, hogy ott aztán egy Alfa Jetbe ülve. Egy élmény repüléssel legyen gazdagabb. Az gyorsan elmondom nektek, hogy amikor Jani bármilyen kunsztot csinált ebben a műsorban, a megelőző fél órában nem tudsz vele kommunikálni. Tényleg. Üveges tekintettel áll, és azt mondja, Jani, kérsz valamit? Lefagy, teljesen. Ennyi, kész, úgyhogy igen. Most körülbelül ugyanennyit tudna beszélni, ezért aztán nem is tartunk rá igényt. Hajrá, Jani! Ő csak menjen, repüljön, ha már az Alfa Jetben van, újra bekapcsoljuk. Na, és itt van a mi hősünk, hello! Sziasztok, hello! Hello, Gergő! Hát figyelj, én tudtam, hogy megreptetnek, meg tudtam mindent, de ahogy te bírtad, vagy amit te kaptál, az nem akármi volt. Tehát az hihetetlen. Igyekeztem állni a sarat. Figyelj le a kalapa, ezt most tök komolyan mondom. Tehát hihetetlen vagy. Hogy vagy? Jól érzem magam, nagyon jó volt a repülés, igaz, most egy kicsit kótyagos a fejem. Azt látom rajtad, hogy úgy próbálsz fókuszálni, hogy lehet, hogy a színem is megváltozott, most nem tudom, lehet, hogy a nap kapott le, vagy a repülés. Persze, a nap, hát semmi, nem érdekes, és a kukoricák is jól állnak itt, igen. Ami kijött. Na, de nagy élmény, nem? Nagy élmény, nagyon nagy élmény volt, igen. Mi volt a legdurvább, ha emlékszel, amikor fölfele mentek, zuhantok a föld felé, orsóba pörögtök, és megy az egész? Igazából nem tudtam, hogy milyen műveleteket csináltunk, az egész durva volt, de a legkeményebb része az volt, amikor azt éreztem, hogy az arcom a padlóhoz lapul. Igen, amikor gondolom, hogy jöttök lefelé, igen, és igen, a mellkasod is így nyomott, ugye, amikor zuhantok a föld felé. Igen. Mert amikor egy hirtelen átfordultunk, az azért úgy megviselt. Tamás, a pilótánk egyszer is megkérdezte, hogy minden rendben, nyomhatom még? Megkérdezte, odafigyelt rám, aranyos volt.
drága volt. Igen, hallottunk egyébként végig benneteket, Tamással is megígértem mindent, úgyhogy nem is tehetett volna más, nem? Igen, tényleg. Igen. Ebben a pillanatban közben Jánosunk elszállt a helikopterrel, néhányan integetnek, de hát inkább ők is mosolyognak, mint hogy együtt érezzenek vele. Úgyhogy János már a levegőben repül az Alpha Jet felé. Na, Gergő, azt kell, hogy mondjuk, hogy jogosan tudtunk téged kiválasztani az ország egyik legjobb főnöke, vagy minden megígértél, ha be is tartod, akkor az az abszolút szép dolog. Reméljük, és utána járunk is, fiú. Oké, és figyelj, holnapra a kollégák, illetve holnap utára kapnak egy szabad napot, tehát hogy lássák, hogy tényleg milyen jó vagyok. Adjad már munkaszüneti napot! Két nap pihenőt kapnak, csak hogy lássák, hogy milyen jó vagyok velük. Puha vagy, ha azt mondod, a hétfő kedvet is kiadod, az már majdnem egy hét, azt úgy megértem. Gergő, átad a sarat, jó főnök vagy, úgyhogy köszönjük, hogy itt voltál, reméljük életre szóló élmény volt. Köszönöm a lehetőséget én is. Köszönjük Kedves szépen. Egészségedre. Van néhány. Igen, és ami fontos, hogy szeretnek téged, mert itt beszéltünk velük a földön. Ja. Igen, a feleséged nagyon aggódott, de a többiek is nagyon reméltem szeretnek. Is. Oké, köszi Gergő, vigyázz magadra. Van néhány fontos információ, egyrészt van egy Ustream, azt hol lehet megtalálni, mondjuk gyorsan. A Ustreamen adjuk Jani repülését, már egyébként néhányan ránk találtak anélkül, hogy mondtuk volna. A Facebook oldalunkon és a Morning Show oldalon adjuk Jani repülését, ez még nem a végleges, erről majd lesz egy kis film, profin összevágva, csak szerettük volna, ha már azok, akik ugye nem tudnak itt lenni velünk élőben látják. Úgyhogy a Facebook oldalunkon és a morningshow.hu-n a Ustreamen keresztül tudjátok nézni, ha felcsatlakoztok. Lehet, hogy egy kicsit lassabb lesz, mert nagyon sokan jönnek föl ilyenkor, hogy repül Jani. A másik nagyon fontos információ, és drága barátaim, ti, akik itt álltok kint, nézzétek meg ezt a férfit, ezt a tökét. Ő nem akarja mondani, nem akar megint a dicsfényetekben fürdőzni. Azt, hogy az a kobra, ami ott áll, 10 után fölszáll, ez egyik ötökkel! Azt a mindenit! Állj, ennyire jó vagy! Én fizetem! Ez az elintézted! Írhatjátok a számlát, hadd szóljon! Írjátok a többihez, úgyis ott van Jani Alpha Jetes repülése is, amiért egy éve könyörög. Na! Hát igen, elérkezett a pillanat. Hol van Tamás, ott van? Tamás a gépnél van. Tamás a pilótánk, aki az előbb ugye az ország főnökét megreptette, és úgy érezte, hogy hát ha neki még dolga van azzal a repülőgéppel. Ugye minden munkahelynek van egy főnöke, ugye Feri? Így van. Ugye? Kinek jobb, kinek rosszabb jut. Kinek jobb, kinek rosszabb. Ilyen. Hát ilyet igen, ad az élet. Amit kap az ember, ugye azt szereti, avagy nem szereti. Nem tudja vele mit csinálni, gyerekek. Ilyen könyörtelen az élet. Nekünk is van egy főnökünk, van, ugye Feri? Van, azért mondtam, hogy ki mit kap, szereti, vagy nem szereti. Hát így állunk ezzel körülbelül. Válogattunk, gyerekek, keresgéltünk az országban. Nyissuk meg a kordont egy pillanatra, céljaink vannak arrafelé. Istenem. Hosszú ideig gondolkoztunk. Nagyon sokat szerveztük, és Tamás azt mondta, srácok, ha szeretnétek, van még egy repülés ebben. Így is. Felmegyek még egyszer, ha gondoljátok. De, hogy mindig az van, hogy az első bemelegítés után oda tudunk még durvítani a repülésnek. Így van. És sokkal durvábba tud menni, meleg a motor, eltakarították az olajfoltot. Nekünk is van egy főnökünk, miért ne repüljön ő is, nem Feri? Hogyan lehetne megköszönni azokat a csodálatos éveket, amiket együtt töltöttünk? Hogyan lehetnénk igazán hálásak azért a sok évért, azért a sok jóért, amit kaptunk? Ha nem úgy, hogy fölültetjük a mi főnökünket is ugyanarra a repülőre, amivel egyébként az előbb az ország főnöke Gergő mond, Istenem. És azt mondjuk, repülj vele Tamás, repülj, sokáig ne is gyere le. Tudod, hogy adásban mindig csak jókat mondtunk róla, tudod, hogy egy ország imád téged, Titus, tudod, hogy bármikor, amikor szóba kerültél, csak a szuper latívuszok röpködtek. Most te fogsz. Szemétládák. Titus, arra kérlek, hogy így ebben a pillanatban nem induljunk megyünk vécére, meg. Nem iszunk semmit, elindulunk a műrepülő bajnokunk felé, utat engedjétek kérünk a tömegbe. Ezt a drága férfi, tényleg megérdemli. Hiszen, ha megreptetjük a főnökünket, a saját főnökünket is megreptetjük, hadd menjen, hadd repüljön jó ember. Hussan csak, Titus, mosolyog, integess a barátaidnak, akik itt mind érted szurkolnak, akik tudják, hogy te egy tökéletes főnök vagy, tudják, hogy megérdemled. Így van. Miért ne ültesse fel azt az embert, akit szeret, és miért ne ültesse fel Titus tagépre. Gyere, itt nyílik ez az ajtó. Nézd csak, itt a géped, hát nem így gyönyörű. Van. Titus, ami programigazgatónk, ha valaki nem tudná, reptessük meg főnökünket, második fejezetéhez érkeztünk. Titus, ha valami van a zsebedben, azt vedd ki. Foglalj helyet, légy szíves, ugyanabban a pozícióban, amin az előbb Gergő. Igen, kicsit nagyképű a szemüveg, nem kell az neked most. Az a helyzet, hogy a Balázs igazából nagyon nagy arcú, nem bírt beülni az Alpha Jetbe, ezért berakott engem ide. Ja Isten, ennyire ne támadj, a... ne támadj! Feri, nincs a kiválságlista. Remegő hanga, remeg zenék, kicsit figyelj, pulzus, kicsit úgy érzem, Titus, hogy remeg a hang. Konkrétan beszartam, de...
Légy a vendégünk egy ajándékrepülésre. Mit kérjünk tőle? Gyerekek, hol vannak a kollektíva többi tagjai? Kapcsi, gyerte, bármit lehet, fizetésemelés kapcsi. Szeretnél? Megkapod. Jó, megvan! Kapcsi, köszönjük, ott megvan. Egy fizetésemelés. Feri a szélszőről, szeretnél fizetésemelést? Persze, Istenem, hogy szeretnél, jó. Megkapod te is a fizetésemelést. Adjad, adjad csak ide. Jaj, van egy céges autónk, bankkártyánk és telefonunk is. Akar menni valaki egy kört a főnök verdájával? Igen, köszönjük Anita, szépen. Csapatépítő tréning valahol külföldön, Klassz FM együtt menjünk? Persze, hogy menjünk. Egy hetes tengerparti, hát hadd szóljon! Titusra ebben a pillanatban fölrakják, hát kicsit fölöslegesen a ejtőernyőt, nem ugye? Nem kell az neked, hagyjad csak. Milyen repülésre számítunk? 1-5-ig, hetes? 9. Aj, de jó, erről van szó! Ezt akartuk hallani! Titus ebben a pillanatban... Jöttetek reggel óta, nem? Finoman ezen dolgozunk nem reggel mondod, óta. Nem mondod, hogy nem vagy boldog. De nagyon látszik rajtam. Igen, marára. Nem annyira természetesen a mosolyod, Titus. Van valami baj? Tudod, hogy mindig kicsit merev vagyok, most meg igazából nagyon merev vagyok, de nem probléma, Balázs. A legátlagosabb hétköznapi barccal áldogált el az üvegstúdió mellett, és nyitottuk az ajtót és elindultunk feléd, valamit kezdtél kapizsgálni, hogy valami nem stimmel. Az a baj, hogy itt van egy Dorombi Zoli nevű úriember, aki, ha leszállunk utána, majd nagyon kell beszélgetni, mert mondtam, hogy érzek valamit a levegőben, ott áll semmi nem lesz, nyugodj meg, minden rendben lesz. Mindenképp ideje. Reggeliztél, ettél-e valamit? Mi volt reggel a menü? Nem tudom, hogy... Persze, hogy ettem, persze. Szendvicseket, igen, te jó. Csináltad, Balázs. Reméljük, olyat tettél, ami kifelé is édes, úgyhogy Titus, ülj be, légy szíves, akkor... Hajrá, figyelj, egy élmény lesz, semmi gond. Igen, egy férfi fenék fogad. Hát ki mit érdemel, tudod? Az első ülés a tiéd, Titus, nagyon jó repülést kívánunk. Közben a kollégáknak mondjuk, hogy még nyugodtan lehet sorolni, ha valamit szeretnétek. Figyelj csak, nem unod ezeket az értekezleteket szerdánként? Titus, mi lenne, ha elhagynánk a szerdai értekezleteket? Nem. Júj, most még kemény. 12-es repülés neki, 13-as repülés neki. Jó, csak mondom egyébként, hogy a Klassz FM összes dolgozója felment az üvegstúdió tetejére. Ennyi kárörvendő, nevető arcot, de veletek vagyunk, mi is nagyon örülünk. Ám, persze, szörnyűek csak... vagytok tényleg. Szörnyű. Hát ezt, mi nem csatlakozunk, mondjuk. Mi is csak azt. Úgy csinálunk, mint együtt éreznék, rohadtul nem érzünk együtt. Olyat fog kapni, hogy minden megígér. Ha van kívánság, még itt a telefonom, küldjétek SMS-be. Jó, látom és megígértetem. A Titusé viszont már rezget, valaki jó utat kíván szerintem. Titus, a rádió főnöke ebben a pillanatban pedig beül a repülőbe, Tamás bevetődik mögé, és aztán mennek és repülnek egy jó ízűt. Üljél le nyugodtan, állva senki nem repül. Állva senki nem repül, üljél le. Fölolvassam az érkező SMS-eket, Titus. Szerintem szeretteid írnak, hogy kár volt, érted? Üzensz-e valamit a dolgozóknak, nézd, ott nézd, hogy aggódnak, érted? Nézd, ott állnak fönt az üvegstúdiónál, nézd. Kicsit remeg a lábam, az jelez valamit? Az nagyon jelez, igen. Sokkal jobban fog remegni majd, ha lejöttök, Titus. Én repültem a besenyével, tudom milyen, nem jó. De jó, hát hogy ne lenne? Nagyon, Péter egy angyal, de engem egy kicsit megreptetett a nagyszám miatt, az nem is baj. Mit látsz rajta, Tamás? Hát az a baj, ezt mindig az első bukfenc után veszük észre, hogy mit látok rajta. Előre nehéz megjósolni. Figyelj, én annyit kérek tőled, hogy nyugodtan. Jó? Nagyon nyugodt leszek. Na nem úgy, ne te nyugodt, adjál neki. Nekünk jó? Ez most semmi nem drága. Semmi. Tehát még be tudunk szállni a közüzemanyag költségbe is, ha kell. Rádobunk, összeadjuk, bármit csinálunk. Megtesszük. Kapjon, jó? Jó. Egyébként elfér. A tegnapi értekezleten nagyon csúnyákat mondott rólad. A csávó, na mindegy, hagyjad. Igen. Igen, azt mondta, hogy ez a Tamás, figyelj, hát nem is tud annyira, annyira burkát, mindegy, a múltkor láttam egy ilyen bemutatóját, de nem akarom savazni tényleg jó. A főnökömet, hiszen mi szeretjük, hát azért így kapja van. Ezt a repülést. Gyorsan játszunk egy hármasugrás közben, pedig azért az első egy méterét Titusnak azért leközvetítjük, ha addig el tudnak indulni. Jó, itt van a játékos közben, Titus, a mi főnökünket Gergő után kötik a gépbe, mi pedig addig hármasugrás játszunk gyorsan már is. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Zoli, hello, jó reggel! Jó reggel! Szemetek vagyunk, hogy ilyet csinálunk a főnökünkkel? Nem. Teljesen jogos. Ugye? Persze. Mindenki beültetné a saját főnökét, persze. Vezérem, főnököm, minden rendben? Minden rendben, nagy uram, szőröm. Jó. Vissza is hozzák? Vagy a másik reptérre rakják egyből? Figyelj, hát ezzel még elgondolkozunk, ez egy jó alternatíva, valahol lerakjuk. Hát kint, fönt. Igen. Azért kapott ejtőernyőt. Igen. Na figyelj, dedikált ajándékcsomag, jó? Amit itt a helyszínen átadunk. Szokott menni a hármasugrás? Hát is. Kérdezném én ilyenkor drága Jánosunkat, hogy milyenek a kérdések, de úgy hallom a fülemben, mert megy a forgalmazás, most szállt le a helikopterrel, és már a géruhát erőltetik rá, vagy mesztelenre vetköztetik éppen, és testüreg motozást tartanak, hogy nem akar-e fölvinni valamit, úgyhogy nem. Már a beszéd neki nem megy. Már a beszéd nem annyira megy neki, igen. Na, mehetünk? Igen. Így szól az első kérdés dedikált nyakbaakasztóért. Melyik világhírű magyar találmány lett idén 40 éves? A Rubik kocka. Jó, jó vagy! Nagyon jó vagy.
Minden oké, Titus, jól vagy? Jól van? Oké, élvezd! Vezérem, császárom, csak nyugi. Mindjárt mentek. Nyugi, szörnyű lesz. Mi mehetünk tovább? Igen. Így szól a második kérdés dedikált Egér alátétért. Ott közben gépek jönnek, nézd, Feri? Ja, Istenem, még hozzá kettő, párhuzamosan. Így van. Oda nézzetek. Ez a nagy gép. Szevasztok, hallgatóink! Gyerekek, de gyönyörű! Elmondjuk azoknak, akik nem látják ezt a gépet, egy gyönyörűre fölpolírozott, alumínium színű, de csillogó-villogó nagy kétmotoros bombázó húzott el. Ez a B-25. B-25, és így van a hallgatóinkkal, ebben a pillanatban elhúzni látszott. Most mennek vissza, Ja, ezt mondta, akkor az más. Oké, mehetünk tovább? Utolsó kérdésnél vagyunk? Nem, csak a másodiknál. Melyik hazai város látványossága Európa legnagyobb madárszobra? Melyik hazai város látványossága? Tatavágya. Így van. Megszórakozhat, ez nem kérdés. Titus, mosolyogsz vagy bicsorogsz? Ja, bicsorogsz. Semmi, húzzátok rá rendesen, nem kell neki levegő. Csak nyugodtan csináljad. Kérdeztétek, hogy elvette előtte volna? Nem tudta, szegény reggelizett. És ő mindig bőségesen reggelizik. Nagyon jó. Igen, egy látványos lesz. Fél grill csirke, 6 francia krémes, 2 liter kóla és 1 kiló kenyér. Azután is látni fogjuk szerintem. De a desszert még 15 tojásból rántotta a végén, tehát minden lesz. Mehetünk tovább? Igen. Harmadik kérdés dedikált óráért így szor. Melyik kifejezés? Ne nézd a kártyámat. Milyen kifejezés? Nem a válasz is. Igen. Tényleg? Milyen kifejezés használnak a cselgáncsban, ha az egyik versenyző teljes értékű győzelmet arat a másik felett? Ipon. Hát minden túl. A tömeg tapsol és sikít, hogy milyen jó a játékosunk, várja megyek. Odaér a Feri. Most sikít. Nagyon jó. Kemény volt. Dedikált ajándékcsomag megvan. Jó? Rendben. Köszönöm. Ügyes voltál, köszönjük szépen. Közben egy újabb repülő érkezik a budaörsi reptér felé, Titus pedig elengedjük, hadd repüljön. Várjál, cukika, nehogy mert belefoljon az izzadság a kis arcodba. Mondjuk orrot fújtam előtte vele, de az téged ne zavarja. Mehettek. Titus, imádunk, szeretünk. Hát ez minden, ja, dehogy nem. Kívánságlistával nem készültünk. Vigyázz magadra, élvezd a repülést. Vigyázz magadra. Gondolj ránk szeretettel! Tudod, hogy te vagy a legjobb, tudod, hogy téged imádunk. Ha bármi történik, hamar pótolunk. Szevasz, Titus! Jelentkező, van, majd kiválasztjuk. Ja, gyerekek, hát akkor Jánosunk már ott van a tököli repülőtéren, várja, hogy felszálljon az Alpha Jet. Az Alpha Jet az körülbelül egy perc alatt van itt egyébként felszállás után, úgyhogy még az Alpha Jet ideérés előtt bele kell, hogy férjen a mutatvány, ami szeretett, gyönyörű, csodálatos főnökünkkel. Morning Show. Drága hallgatók országszerte, és itt a budaörsi reptéren, ahol rengetegen vagyunk, az üvegstúdió előtt állnak, a kordonok előtt, és az elmúlt 10 percben mindenki nyakmerevedést kapott, és hát egyöntetűen ugye itt néhány száz vagy akár ezer ember kaján mosolyal az arcán titulálta, hogy milyen jó, amikor egy főnök repül. Ugye? Milyen nagy lelkűek vagyunk. De azon gondolkodom, gyerekek, hogy mennyire jó fejek vagyunk. Komolyan mondom, hogy ilyen ajándék, érted, beülhet, repülhet. Hát Tamás, amit csinált vele, azt embernek nem kívánom. Szóval nem tudom, hogy ő most milyen állapotban száll le a gépről, jelen pillanatban landolnak itt a budaörsi reptéren, ugye Titus, ami programigazgatónk. De én azt gondolom, hogy Tamás nem szórakozik. Tehát ha megkérjük, hogy legyen durva a repülés, akkor az lesz. Nem? 9-et kértünk, meg volt a 11. Igen. Ugye körülbelül még 2-vel túl is tolta. Hát amit az ország főnöke kapott, ahhoz képest a Titus egy duplát, de mondjuk ő meg is érdemli. Igen. Már hogy a szeretet miatt. Igen, le a kalappal. Látjátok, most száll ki, jön vagy hozzák. Mit látunk? Milyen az arca? Ja, most gurulnak be ebben a pillanatban. Hát a szélvédőn nem látok át, mert az már egy picit maszatos. Értjük, hogy mi történt. És szét is kente. Igen. Drága ember, hát most így szeresse ilyen az ember a főnökét, akkor nem? Akkor mi van, ha élvezte? Hát ez szerintem nincs ember, aki élvezi, Feri. Tehát laikusként egy ilyen, mert egy sétarepülést élvezel. De amikor így megforgatnak, ahhoz született pilótának kell lenni, hogy ezt élvezd. Itt azért nagyon kapaszkodsz. Tehát itt pozitív gé, negatív gé, zuhanó repülés, szabad esés, itt minden van. Te nem nagyon tudod, hogy hol vagy. Istenem, de szeretem a szívünket komolyan, tényleg csak a szeretet belőle, érted. Éjjel-nappal az egyik a főnöknek, a másik a Janinak. Na, mi pedig ugye nem sokára hívjuk Tökölt, mert hogy ami drága Janink, ha nem álltak meg egyetlen egy bankautomatánál se, akkor már ugye landol, sőt, mitőbb olyannyira landol, hogy szerintem már ebben a pillanatban teszik rá a ruhát, előtte gyorsan egy-két SMS, aztán kapcsoljuk Janit, mert hogy ő repül ugye 9 óra után az Alpha Jettel. Most olvasom az álláshirdetést a szervező kolléga pozíciójára, így a Petya. Hallgatlak benneteket, nagyon jó a műsor, izgulok mindenki helyett, mint ha ott lennék, de sajna nem lehetek, hajrá, Klassz FM.
Közben egy helikopter csak így finoman átrepült. Hát, nem is olyan finoman, igen, hanem egészen kemény. Na ez körülbelül azt csinálja, amit velem tavaly. Jézusom, de te ilyenkor néz. Már nagyon káromkodtál tavaly. Hát én ilyenkor sivítottam, mint a vágnivaló disznó, de hát ez nekem a véremben van, úgyhogy igen, ott egy-két dolog esett a számon. Hát srácok, annyi autó jön velem szembe, mindannyian röhögnek. Mindenki titeket hallgat, csak itt tovább írja Kristó. Fél tíz után érnék oda, érdemes kérdező Zoli. Abszolút érdemes. Besenyei Péter 10 órakor ad egy kis ízelítőt, hogy hogy repülő. Gyönyörű látvány egyébként. Még sorsolunk vele majd egy álomrepülést egy későbbi időpontra. Folyamatosan lehet ajándékcsomagokért kereket cserélni, kipróbálni a kerékcsere autót, ugye, ami nem egy Forma 1-es autó, de ahhoz hasonlít. Meg lehet nézni itt a gépeket, ki lehet hozni a gyerekeket. Egész nap itt állnak ezek a gépek, úgyhogy abszolút érdemes kijönni. És még van két sorsolásunk, nem? A holnapi nagyfutam 2-re, ugye? A Talmács is élmény motorozás. Így van, a Norbi már föltette a kérdést, azt a hostesztályok szerintem kisorsolták, tehát a Besenyei repülés, ami nem holnap van, hanem egy később időpontban, illetve a Talma élményautózás. Így van, meg itt a helyszínen ne feledjük el, hogy az a gyönyörű lapos gépjármű itt velünk szemben, ez a Kobra helikopter, ez egy ilyen harci helikopter, mondanám én, Jani nyilván már fogná a fejét, de neki most más dolga van, azzal is megy majd egy hallgatónk. Igen, szóval tényleg érdemes még kijönni. Gratulálunk, srácok, a céget most tettétek tönkre, de hogy tettük. Isten, most kaptunk fizetésem. Hát, most indulunk meg fölfelé. Na, mi pedig akkor kapcsoljuk tököl, drága hallgatók, ahol, ha minden igaz, akkor a mi száguldó riporterünk Szani Roland már ott van és közvetít, hogy hogy van a mi drága Jánosunk, mi van vele, mi történik. Hello, Roli, mi újság, tökölöm. Itt vagy, Roli? Hát valami van. Vagy Jani, vagy Jani, vagy Roli. Roli, emeld a száthoz a telefont, akkor lehet belebeszélni. Itt vagy, Roli? Figyeljetek, gyönyörű kapcsolat van tököllel, csak elfelejtett beszélni. Vagy a Roli, de most nem a Roli fog repülni, hanem a Jani. Lehet, hogy ez már a Janinak a belső gépes vonala? Nem, ez nem. A telefonvonal kéne legyen. Hány éves a Szani Roland? Lassan 40. Hát nem? Igen, de sosem valaki... volt komoly, tudod. Szerintem tegnap is ívott. Bocs, Roli. Valaki tanítsa meg, hogy kell egy mobiltelefont használni. Roli, hallottok-e minket? Halló? Halló, Rolika! Jézusom, gyerekek, ez nagyon okos húzás volt, hogy őt küldtük. Lehet, hogy ő valahol részegen fetreng a Dunaparton? Én láttam ma reggel már a tököli reptéren, mondjuk nem volt bizonytalan a járása nagyon. Ez azt jelenti mindig, hogy túlitta magát. De már mintha adásba lett volna az előbb egyébként. Jó, próbáljuk Rolit elérni. Nyugi, Jani, veled vagyunk. Egy gép sem maradt fönn a levegőben, írja nekünk Erika. Fiúk, a Jani nem lehet, hogy megállt valahol szuperpontokat gyűjteni? Kérdezi valaki. Titus, gyere gyorsan! Ja, gyere, cuki fiú, hát megérdeme. Ugye, hogy jó volt. Hello, csak egy mondat, amíg Rolit előkerítjük, mert közben az Alfa-Jet nem sokára felszáll. Foglalkozunk az adással, kérem, jó? Nem, nem ilyen kíváncsi, nem senki sem. Le a kalappal. Zseniális le volt. 8 gém is volt, képzeljétek el. Az... És repültem is. Figyelj, le a kalappal, hősé váltál, ahogy bírta. Tényleg, király volt? Király, kuna, jó, nagyon jó volt. Na, ezért én, mi volt tavaly, amikor én ilyet mondtam, szőnyeg szélen. Nagy gyere baj, be igen. Hozzám jövő héten. Na, hívjuk Szani Rolandot, hívjuk Szani Rolandot. Itt vagy, Roli? Itt vagyok, ja, hello, hallatok? Hello. Na, mi van, már az előbb kerestünk, még mi, a Budin voltál, vagy mit csináltál? Szerintem tönkrement az átjátszó, itt a repülőtéren nincs lefedettség. Aha. Ez a hatalmas gép, ami itt van előttem, gondolom lefogta az egészet. Na, a helyzet a következő, elindult a show-m, Jani már bentül ebben a bizonyos vadászgépben, és hát olyan szépen áll a fején ez a bizonyos hatalmas sityak. Jani, köszönj még nekik utoljára, kérlek. Srácok, sziasztok, most egyértelműen nem hallok veleteket, de ti nyilván hallottak engem. Sok mindent tudok elmondani most is már a gépről, egyszerűen csodálatos a látvány, most már bennülök, bevelük kihaz, hogy gyakorlatilag nem tudom egyből kezelni ezeket a biztonsági öveket, amik ide szögeztek az ülésed, úgyhogy biztos, hogy nem tudok menekülni. Picit vészjósló, hogy a pilótát Filipnek hívják, és én egyetlen Filipet ismerek, és őt elég sokat szinkeltem az utóbbi időben, ez nem jó előjel. Igen. Úgyhogy, de bentülök, és amúgy... Két katonai gép is áll mellettünk jelenleg a betonon, itt van már természetesen a B-25-ös is, és egy Corsair is, egy kisebb egymotoros, vagy szintén második világháborús repülőgép, nagyon-nagyon durva. Filipről még annyit kell tudni, hogy ő katonai repülő volt, korábban az osztrák légierőnél szolgált, úgyhogy igazi profiról van szó. Igaz, most kezdte gyakorlatilag újra a repülést a múlt héten, mert voltak némi problémája az alkohollal, és emiatt 3 éven keresztül elvonom volt. Igen, és általában az első repülése. A telefont a Rolinak, és akkor vele még tudtok egy picit szerintem csevegni. Jó, oké, okay. Big Boss, itt havercsótány, kiszállok. Be van csokizó, mint az állat. Nagyon na haló, na itt vagyok. Filip, where is Filip? Showtime! Oké. Okay. Akkor én kiadtam a parancsot, úgyhogy innentől kezdve Roli, akkor... az angolod annyira durvá jó, hogy ezt ember nem tudta volna elmondani. Filip, showtime.
Figyelj, megy neki a középfoknak, komolyan mondom. Egy ilyen ott a helye. Tehát Rigó utca sehol nincs, Philip Showtime, óriási. Mit láttál a Jani arcáról, milyen izgul? Mert én a hangján azt hallom, hogy nem volt túl jól. Folyamatosan beszél, sokat beszél, ez nála már egy állapot. Szerintem ez azt jelenti, hogy izgul, ki őre megpróbálja nem mutatni, ugyanis mikor megérkezett a helikopterrel, akkor azt mondta, hogy nagyon jól vagyok, nagyon jól érzem magam. Most, hogy ránéztem erre a gépre, még inkább megnyugodtam, mert a másiktól, amit ott látott nálatok a budaörsi repülőtéren, azt mondta, hogy attól félt volna. Ez viszont hát kérdezőben úgy néz ki, mintha egy halacska lenne, egy igazi kis Nessi. Ebbe ül benne most a Jani. Rázárták, kérlek szépen, az utaskabinnak a tetejét, már dörömből, hogy kimásznak, beszállt a Filip. Ő is szépen beheverderezi magát. Az nagyon jó. Te egy létrán állsz, úgy tudtál beszélni Janival? Vagy te föladtad neki a telefont? Vagy, föladtam neki a telefont, tehát azért annyira nem magas ez. Itt állok most éppen mellette még, nem indították el a motorokat, úgyhogy kb. Nekem fejmagasságban van Janinak a válla. Roli, ne a végén álljál a gépnek, mikor indul. Nagyon kérlek. Figyelj, Roli, tudunk-e valamit a repülésről? Beszéltél a Filippel, hogy áthúz itt egyszer-kétszer, de nyilván azért egy ilyen repülésnél 900-al már egy sima balkanyar is nagyon egyszerűnek néz ki, de ha bent ülsz egész más, hogy mit fog csinálni, hányszor repül át, mi vár a Janira? Tudunk valami? Ez komolyan. Igen, volt egy... Beszéltél a Filippel, amikor azt beszélt. Filip, Showtime! Csak annyit mondtam neki egész idő alatt, hogy Showtime! Vagy valami ilyesmi. Na, a lényeg az, hogy megbeszéltük, és volt egy kisebb vita belőle, azt mondta a Filip, hogy igazából ő azt csinálja, amit a Jani mond neki. Jani meg azt mondta, hogy figyelj, azért ne vigyük nagyon túlzásba, mert nem szeretném összehányni magam, ezt is megkérdeztem. Azt mondta a Filip, hogy figyelj, nyugodtan hányhat, csak utána takarítsa ki. De nincs jobban, amikor az ember ezt hallja egy Alphajet pilótától, hogy nyugodtan. Jó, felszállás közeli a dolog, vagy mi történik? Add ki a jelet egyébként, induljanak, ha ti megvagytok, akkor mi már megyünk veletek. A Filip éppen köti be magát, még a karabinereket rögzíti, még sisak nincs a fején, még nem indult el a gép, itt állunk éppen mellette, még ráhúzza, jó. Egyébként az átlag sebessége, az utazó sebessége a gépnek 300 km per óra, de képes 1000 km-t is megtenni óránként. A... 6+G, ami a Janit most érni fogja. Ennyit tudok még. Mit, mennyiéri plusz 6G? 6+G. Várj, akkor van rajta G-ruha? Föladták rá ezt a szorítós ruhát? Ez valami új divatmárka? Nem igen, tudom, igen. Van, megszorítja ott alul, és neked jó lesz. Ezt hívják G-ruhának. Ez itt a vért bent tartja a fejedben, nem engedi, hogy kimenjen belőle, meg a lábadba, és ugye ettől nem ájulsz el ettől a G-ruhától. Adtak bármit a Janira, vagy... Nem, semmi. Kérde. Csak az ő kis utcai ruhája van rajta, és természetesen a sisak. Elmagyarázták neki, hogyha beszélni akar veletek, mert hogy nyilván fog, akkor meg kell majd nyomnia azt a gombot, ami ott van neki valahol a műszerfalon. A pilóta pedig azt mondta, hogy nyugi, ne félj, ha látom, hogy rosszul vagy, akkor egy kicsit lassítunk, mert úgyis látlak téged a visszapillantó tükörben. Mi ez, egy autó, vagy valami, a visszapillantó tükör? Mi az nem kívül, Balázs, nem ki, belül. Ja, belül raktak egy visszapillantó tükröt. Jó, oké, na mi történik? Úgyhogy ennyi. Filipet kicsit több ideig kötik be, mint a Jani, ez nem tudom, hogy jót jelent-e, vagy rosszat. Oké. Okay. Nem, vigyázz. Go. Oké, okay, go. Go. Mondd a showtime-ot. Showtime, szeretnétek még egyszer? Ja, óriási, ez, hagyd a középfokot, felsőfok, de megvagyunk, Rolikám. Jó, gyere egy kicsit arrébb, jó? És igen. Szóljál akkor, ha beindítják. Itt van egy ilyen melegedési idő, vagy az Alphajet beindítják, kigurul és repül, vagy mi, hogy van ez? Hát, ez jó kérdés. Na, mondjuk ezt pont nem kérdeztem meg, leállításnál azért egy kicsit még okoskodott vele, még feltörgette a motorokat. Na most mindenki hátrébb áll, fölvette a maszkot a pilóta, most zárja be a kabinnak a tetejét, kérlek szépen. Igen, azt még ott átkapcsolja, igen, jó, rögzíti, teljesen ráhúzza, és akkor gyerünk. Kiadtam neki az utasítást, hogy mindenképpen térjen át a budaörsi frekvenciára. Na, csak akkor eljött mindenki a géptől. Úgyhogy most már megfelelő távolságban vagyunk, innentől kezdve mindjárt indulnak a motorok, úgyhogy onnantól kezdve szerintem semmit nem fogunk hallani egymásból, mert amikor megérkezett a gép, szimplán csak begurult, már akkor is olyan hangja volt. Na, ezt halljátok már? Most abszolút, indul. Abszolút, igen. Hát most indul. Hallunk, de az se rossz. Abszolút hát, hallunk, csak baj. Mondom, hogy közben Ustreamen egyébként lehet minket nézni a Facebook oldalon és a morningshow.hu-n. Ha klikkeltek ránk, akkor ott van Ustreamen, próbáljuk adni nyilván lefedettségtől függően, hogy és most indulnak be a motorok. Szerintem ezt már biztosan halljátok. Hajtóművek, Roli, hajtóművek. Nem mondunk motort, Roli. Ennyit érzek a repüléshez, jó? Tehát, hogyha Prágáig utazom, nekem akkor is be kell rúgni, mert nem bírom a repülést. Igen, most indul a motor. Igen, hidegindítással, szivatóval, Roli. És higgyétek el, hogy ezek a legrosszabb pillanatok. Miért nem úgy indul? Tehát nem az elején kell megkurblizni? Kicsit megtekered, de ha nagyon nem indul, hátulról told meg, és akkor ott rájön az a kis nyaláb, nyugodtan. Állj mögé. Figyelj, legfeljebb grilleznék ott mögött, ahol kijön belőle az a forró levegő, de még az sem nagyon, mert elég a vérslé egy fél másodperc alatt. Szúrjál a nyársra valamit, ami ott van a kezed ügyében, egy kis hagyma a krumpli mögé teszed meg is, vagy egyébként. Persze, egy repülőtér arról híres, hogy pont ilyeneket szerveztenek itt. Egyébként az a bizalom gerjesztő, hogy nem messze mellettünk egy töltőállomás van, sok-sok kerozinnal. Figyelj, mi van a birkákkal?
Birkák vannak egyébként, az imént, amikor itt voltál, azt mondtad, hogy láttad őket, innen mi nem látjuk. Na, megmozdultak a légterelők hátul, gondolom ellenőrzés van, elkezdett villogni a szárnynak a végén a kis zöld lámpa ezen az oldalon egyébként. A gépnek jelen pillanatban, hogyha repülés felé állok, akkor a jobb oldalán vagyok, és akkor egyre hangosabb, szerintem azt már ti is halljátok. A Filip nagyon nézi a műszerfalat, a Janinak egyre sápadtabb az arca, próbál mosolyogni, mutatja a hüvelykujját fölfelé, tinteget. Édesem, szépen. A Filip kopogtatja is a műszerfalat. Most már nem hallok benneteket, az az igaz. Nem hallasz minket, nem baj. Hát Filip szerintem ugyanolyan hidegvérrel viselkedik, mint az M1-ben. Filip egy mosolyog, tehát hogy ő nem veszi olyan komolyan, mint a Jani. Ja, Janinak az arcát egyébként folyamatosan veszik egy ilyen kisebb kamerával, amit felszerelt a Filip nagy műgonddal az utazófülkében, mert hogy Jani ül hátul a Filip elől. Nem tudom, hogy ezt tudjátok-e, vagy csak én vagyok ilyen amatőr, hogy nem tudtam. Nem, lesz kisfilm majd, mondjuk, hogy hol érhető, két nap alatt gyorsan megvágjuk, lesz erről az egész repülőnapról egy nagyon kis kisfilm. Most már hajtóművek eléggé bemelegszenek, úgyhogy mindjárt indul. Még áll. Még áll. Nagyon éles sivító, nem szokott jól jelenteni. Nem, nagyon izgul. Budapest mellett, Kökölön vagy repülőtér. Janinak mosolyt látok az arcán, a gép sötétkék, bordó, három kereke van. Két szárnya viszintesen, egy fölfelé, ez már a farkán. Itt szerintem már nem hallottok, vagy hogyha igen, kiabálja, még jobb. Hallunk, Roli, hallunk, mondjad, közvetíts, abszolút hallunk, nagyon jó. Jó, a jelenteget. Légkondicionáló nincsen a fülkében, azt mondta a Filip, és minibár sem. Éppen ezért Jani felvitte magával a kis ásványvizét. Az mekkora ötlet volt. A Filip direkt megkérde, hogy ha lehet, akkor úgy közben ne fogyasz belőle, mert nem biztos, hogy mindig fejjel fölfelé leszünk. Fölvitte az ásványvizet. Filip a repülőgép hátulján két újabb légterelő, ami most vissza is záródott. Szerintem most már mindent ellenőrzött a Filip, még nyomogat valamit a műszerfalon. A oldalt vétnek valamit, lefordult jobb két felé, már nem az, hogy leesett a székről, hanem megnézni. Igen, és nem engedtem, kivegyék a kezéből. Na, ha azok Jani nézeget körbe, emberek mellettünk, mindenki nézi, hogy na, mi történik már itt, most már én is kíváncsi vagyok, hogy elindul-e még ma ez a gép, vagy mi lesz már. A gyerek ennyit valat körbe utazom a földet, gyalog. Na, Roli, na! Döbbenet egyébként, na, hogy az MTV milyen sok oldalú, nem? Tehát hol intendáns, hol pilótát, hol műsorvezető, döbbenet ez a Filip milyen sok oldalú, komolyan mondani. A Jani most már nagy fogatja, vagy nézegeti, vagy nem tudom, mit csinál az előtte lévő műszerfalon. Semmit, sír és ütögeti a műszerfalon, helyet, semmit. Ki akarok szállni? Könyörök, hogy vegyük ki onnan. A maszk fölkerült újra Filip, mármint a pilóta szájára. Jani, nincs maszk? És igazából ennyi történik. Úgy látom, csak Filipet kötik, de meg Filipre adnak maszkot. Azt mondtátok, hogy jó buli lett. Ez képest, jó, gyerekek, állok, nem történik semmi. Gyerekre, ne kössétek be, maszk se kell, hagyj repüljünk. Nem hallok benneteket, nagyon nem hallok benneteket. Nem baj, Roli, ugye ezek a hajtóművek nagyon mennek. Gyerekülésbe tették a Janit, vajon? Igen, induljunk már el, a gyerekeket, ez nem állapot. No, csak mondom, hogy tavaly, amikor a gépszárnyán ültem, ugyanilyen kajámosolyal, végig sírva csapkodtátok a térdeteket. Egyáltalán. Egy viszonylag kis repülőgépről van szó, aminek hatalmasabb tudományozás. Ennyi mindent mit kell ezen ellenőrizni? És elindult, megtette az első 2 centit, 10 centit. Elindult a gép a kifutópálya felé. Nagyon jó. Utolsó intéz, Filip részéről. Jani integet, próbált kitörni a kapszulájából. Egy perc alatt lesz. A gép elindul. Így van, Filip utoljára egyre magabiztosan a kasutéren integetett. Nagyon jó. És a dal döntőjében. Amíg úgy még mellette futni, még kb. 20-tal megy. Lesz az gyorsan. A repülőtér hátsó részén álltunk egyébként eddig. Ide jött ki a B52-es, az egy másik, a B25-ös és az Alfa Jet is. Most már hátulról látom. Elindult, rákanyarodik a kifutópályára. Na de most már újra hallasz minket. Figyelj, Roli, igen. Eljönnek erre? Nyilván elrepülnek erre, ugye? Tehát lesz egy igen, kis megbeszéltük, áthúzás. Tehát hogy mindenképpen mennek felétek, és akkor vagy csinál útközben valamit a Filip, ez majd attól függ, hogy mit lát a visszapillantóban, hogy a Jani mennyire bírja. Ha bírja, akkor lesz egy-két bukfent, dugóhúzó, nem tudom milyen szakszavak vannak ilyenkor, aha. Viszont ha nem bírja a Jani, akkor csak szimplán megfordulnak felette. Gyerekek, nem lehet, a főnök repült, kibírta, a Titus repült, kibírta, nem a műsorvezetőnk az, aki cserbe hagyhat minket. Tehát ha nem lehet rosszul, tényleg, mindenki drukkolja, ne legyen rosszul. Ahogy megy a gép, száll föl, akkor kiabáljad neki, hogy elvesszük a pontjaidat a kártyádról, ha félsz, az mindig bejön. Sose kapod vissza a Supershop kártyádat, így van. Na. Nem tudom, hogy ez biztató-e vagy sem, de azért azt még elmondom nektek, hogy mielőtt Jani beszállt ebbe a bizonyos kis fülkébe, azelőtt még felhívta a kedves párját, hogy akkor, hát...
de jó, hogy itt vagyok, és úgy örülök neki, hogy, hogy akármi, még egy pucit küldök neked. Édesem, hát Ancika, igen. Ancika, szeretlek. Igen. Körülbelül ezt lehetett szerintem vallani. Ustreamen ott vagyunk továbbra is, ugye nem sokára mutatjuk, illetve folyamatosan tudjuk mutatni, hogy mi történik. Amíg ugye tulajdonképpen, mert hogy a Ustream-es telefonos emberünk is ugye tökölön van, tehát a fölszállást tudja megmutatni, a drága Lacink. Úgyhogy, hát innentől kezdve szerintem, ha megkapják a felszállási engedélyt, akkor pár perc is elindulnak. Most mit csinálnak, Róli? Állnak a kifutópálya végén? Nem, most eltűntek már, nem látom őket, vizuálisan nem megközelíthető a tárgy, kérlek szépen, ahogy szokták ezt mondani ilyenkor, mert hogy a fák mögött vannak, ugyanis a kifutópálya a fákon túl van, úgyhogy én már csak azt fogom látni, amikor egy olyan 20 méterre a föld fölött vannak. Aha. Jó, tehát magát hogy... a rajtot nem látod, ahogy ugyan, el is tartom. Ugyan, SMS-t nézünk. Jani, nyugodtan engedd a gatyádba, amit kell, ne foglalkozz vele. Béla Popa az ivekos. A vadon treptessétek már el a budaörsi focipálya felé, mert 60 focista várja. Köszi. Gyerekek, itt állok az erkélyen, alig várom, hogy erre jöjjön, fogom a gyerek kezét, és izgulok Janiért, drukkolok nektek. Hajrá, Klassz FM. A másik kezemben puska van. Igen. Kijöttem a munkahelyemről, Budaörsön dolgozom egy hiperben, megpróbálunk feljutni a tetejére. Látni akarjuk, Jani, drukkolunk, gyertek erre. Írja nekünk Csaba. Egyedül vagyok itthon, egyelőre beszorultam, nem tudom kinyitni az erkélyajtót, ha kint vagyok, remélem látom. Repüljetek az Erzsébet híd felé, persze, nyilván. Ez, nyilván berepülünk, tudod, ez így, a fővárosba. Ez így megy. Budai alsó rakparton azt látom, hogy mindenki felfelé néz. Jöttök erre? Szerintem belvárosi berepülési engedélyünk nincsen, tehát az egy picit durvább, oda nem tud majd berepülni, aki bent van, az lemarad erről. A belvárosi repülés holnap lesz. Így van, a belvárosi repülés és a nagy repülőnap, illetve nagy autós nap holnap a rakparton. Jani megtankolt az Alfa Jetet a szupercsoportjaiból, bízunk benne, ha nem lezuhannak. Besenyeivel szívesen repülnék ide Beatrix, itt kell lenni, nem sokára sorsolunk majd valakit, aki megy. Gyerekek, itt állunk kéz a kézben a gyerekkel Farkashegyen, mert ide tudtunk csak kijutni, nem jutottunk át hozzátok, remélem látni fogjuk. Itt is elég sokan vannak, írja nekünk Károly. De jó, az itt van, ugye? Itt van a másik mögött, oldalon, így van. Úgyhogy azt simán fogjátok látni az Alfa Jetet. Jani arcát nem, de azt majd megnézitek később videón. Igen, Rolikám, mi a helyzet, tökölöm? Kérlek szépen, a helyzet változatlan, csak megjelent egy hang a fülemben. Ez nyilván nem az, amit szeretnék, tehát hogy nem Naomi Campbell durusol, hanem... Roli. Parancshoz felé. Nem én, hanem hogy Campbell ezt mondta, Naomi. Ja, és elindul, felszálltak! Felszálltak! Olyan meredeken, hogy egy utasszállító ilyet sosem tudna csinálni. Egy olyan jó 45 fokos tökben emelkedik, kérlek szépen, és olyan hangja van, nagyon szép, és egyből egy forduló, és egyből meg volt. Most már lefelé jönnek, tehát hogy ennyi. Fölemelkedtek egy 300 méterre, szerintem az kb. Annyi, és már lefelé jöttek, és volt egy teljes fordulat vízszintesen, a vízszintes tengely körül. Biztos, ami biztos, megkapta Jani az első lökést. Na megpróbáljuk Janit akkor adásba venni. Jani, hallasz-e minket? Ha igen, akkor mondjál bármit! Hallok benneteket, srácok! Hello! 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 Figyeljetek, végtelenül az a jó, hogy egyébként Filip nem sokat vacakolt, rögtön csinált velem az elején az első 200 vagy 300 vagy nem tudom 300 méter után egy fordulót. Nagyon jó, most jöttök ide a budaörsi reptér felé, úgyhogy folyamatosan közvetítsél majd, hogy mit érzel, jó? Beszélj nyugodtan, hallunk! Figyeljetek, igazából eddig semmiféle probléma nincsen, csak az a baj, hogy nem vettem ki az aprót a zsebemből. Tudjátok, mindig fel vagyok rá készül, hogyha hipermarketbe megyünk, hogy a bevásárló kosarakban legyen, és most minden itt mozog körülöttem a fülkébe. Az nagyon király, hallottuk, hogy az ásványvizes palackot is fölvitted, az egy kifejezetten jó döntés volt. Főleg kupak nélkül. Kérdezik, hogy light kólát is, és kibontattam. Jól van, kiválóan hallunk a kapcsolat, nagyon jó, szerintem pillanatokon belül megjelentek itt Budaörsön. Mi azért nem tudod, de beszéltünk Filippel, hogyha nem szürkül a nyakad, akkor azért egy kis fikcsit vigyen bele, úgyhogy nem sokára látunk. Hol vagytok most, mit lát? Előttem egy település van, nyilván Biatorbágy és környéke leje, lehet, ott van. Megismerem az közeli a hotletről, oda elég sokat járunk. Figyeljetek, egyébként úgy tűnik, hogy minden nagyon rendben van, bár egy picit vészjósló volt, hogy közvetlenül a repülés előtt Filip néhány popszegetsel megerősítette a szárnyakat. Most vagy a repülőtér fölött, itt vagy Budaörs fölött. Itt vagy Budaörs fölött, ha integetsz, akkor látjuk, most húzol el pont a reptér fölött. Most integetek, látjátok, hogy integetek? Hogyne! Hogyne látnánk, a mosolyod is olyan szép, mint minden reggel. Kicsit szürkébb vagy, de egyelőre minden rendben úgy látszik. Mondjad neki, hogy go, Filip, vagy mit kell mondani? Most fordulunk rá a repülőtérre egyébként. Most csinálunk egy jobb kanyar, földről látlak benneteket. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki kijött, és... Faktus, most várjátok, egyenlítenem kell, mert valamilyen olyan erő kezd el hatni az agyamra, ami eddig még nem. Körülbelül olyasmi lehet, mint az érettségi, ha jól emlékszem.
Nagyon jó vagy egyébként, egyelőre még mindig nagyon jól bírod, a jobb kanyart látjuk, most vagytok a reptér másik oldalán, ugyanerre fordultunk tavaly az Ankettessel, most fogtok ráfordulni egy újabb jobb kanyarral a reptérre, és kicsit szerintem alacsonyabban fogtok áthúzni. Hogy bírod? Egyelőre még egyébként egész jól. Filippa egyébként azt mondta, hogy gyakorlatilag megcsinál vele mindent, amit akarok, és megadta a szobája számát is. Mondjad neki, hogy Filip, showtime! Na most kezdek el félegyenesbe érni. Most fordulunk rá a repülőtérre. Megint egy kicsit ott leszek a közeletekben. Karnyújtási távolságban. Azért az egyik kezemmel folyamatosan kapaszkodok a biztonság kedvéért. Bár ennyi hevedert, meg gurt, mint még akkor se láttam, amikor költöztető voltam. Sunny Roland angolosságával push harder, Filip, push harder! Hoppá, most történik valami, mindjárt befosom! Gyerekek, teljesen oldalra fordított a Filip a gépet, és megy körbe-körbe a budaörsi reptér fölött. Nagyon-nagyon masszív az egész, és nagyon stabil, tehát igazából annyira nem rettegek, csak picit olyan, mint hogy a szervek a jobb oldalamra át akarnak csúszni a bal oldalamra. Tehát, hogyha valaki most például ebben a pillanatban tökön akarna rúgni, annak nem sikerülne, mert azok már fönn vannak a gyomromban. Figyelj, nagyon szép, nagyon barátságos veled egyébként, Filip. Nyilván ez fönt azért ilyen 8-900-al nem így tűnik, folyamatosan jobbra fordultok, tehát azért az kell az bírni, de lentről egyébként egészen baráti a dolog, nagyon szeretnek téged. Nem, azért fordul mindig jobb oldalra, mert beszorult az egyik csűrőlap. Mász ki a szárnyára, próbáld megcsinálni. Még egyszer. Mász ki a szárnyára, csak annyit mondtam, próbáld megcsinálni. Most jöttök el egyébként újra felénk egy szolidabb kis jobb forduló keresztül. Bírod még, jól vagy? Elég jól, csak most meg a bal szemem akar átmenni a jobb szemüregbe. Igen, egy nagyon durva jobb fordulóval megy szegény Jánosunk, és folyamatosan a reptér fölött köröznek jobbra-jobbra. Urán érzem magam. Na most figyelj, ez az! Itt jössz a reptér fölött, Integes Jani! Na ez a nem finom. Ez a nem finom, Filip fölkapta a gépet egyenesbe, merőlegesen fölfelé. Figyelj, nagyon durva, elfehéredett az ujjam. Valószínűleg így nőjön egy gyulladásom ez a repülés után, mert annyira kapaszkodok itt jobb oldalt. És közben ugye csak úgy tudok beszélni, hogy a botkormányon nyomok egy gombot folyamatosan. Jó, de nem kell betörni a gombot, csak nyomni kell, nyugi. Igen, gyerekek, Járos folyamatosan köröz le a kalappal, szóval itt azért más, ugye a gyorsabb... Innen látok egy hamburgerest, ahol egyszer... Kaptam a sajtburgerembe, elereztek egy levegőföldrakétát. Nagyon jól bírja, nem, Feri? Jönnek újra a reptér fölé. Most jön el Jani, ugye a kis Alfa Jettel húz át a budaörsi reptér felett. Látom a lengyel zsuzsi dekoltását. És ebben a pillanat... Szia, Jani! Jani! Ez az! Jó, igen, jó! Ez az! Feri, ez nem nézett ki jól. Dumál, Jani, beszélj! Ugye nem baj, hogy most nem beszéltem. Semmi baj, veled vagyok, ezt tudom milyen, ez nem annyira jó. Júj, még egy ilyet, adjatok neki, hát hadd élvezze. Szereti? Most úgy lefittyet az alsó ekan, mint Kassa Tibinek. Nem, annyira nem tud, hidd el. Hogy vagy, Jani, bírod még? Igen, nagyon, nagyon kemény, mert mondom, fölle lifteznek a belső szerveim. Nagyon durva erőhatások vannak egy ilyen gépen. Hát figyelj, rossz hírem van, nagyon messzire visznek. Ez azt jelenti, hogy lendületet vesz a csávó és odat pirít. Igen, még egy utolsó kör itt a reptér felett, aztán leteszünk, mert ismerlek már annyira, nem annyira természetes hangot. Most jöttök el a reptér felett, figyelj megint! Figyelj, most tűnik, hogy valami olyasmit csinál, amit ő nagyon élvez, de én már kevésbé. Aha. Nagyon jó lesz, itt jössz velünk szembe, ezt nagyon szeretem. Kapaszkodj! Figyelj, valami rosszabb készül. Ez nem lesz jó, kapaszkodj! Kapd fel! Jani! Itt vagy, Jani! Jani! Elájult. Jani! Az arcon beszélni tudna, de majd az alsón fog helyettem. Jó, na leteszünk szépen lassan, jó, Jani? Mert most már tényleg szerintem az is visszajön, amit egy hete ettél. Úgyhogy tesztek még egy kört, és akkor repültök vissza tökörre. Jól vagy? Köszönöm szépen, meg vagyok. Kezdem szokni a helyet, most, hogy leszállunk. Rettenetesen durva, óriási élmény, de ugyanakkor iszonyatosan súlyos is.
És most jön a neheze, Janikám, úgyhogy kitartás, szevasz! Jól van, vigyázz magadra, János, jó? Tökörről egy BKV busszal tudsz majd visszajönni, ne haragudj, visszafelé a transfert már nem annyira szerveztük meg, úgyhogy hát jó. Viszont a bérleted itt marad, bocsi. Itt maradt a bérleted. Ó, hogy a büdös francba, remélem megtámogat valaki majd egy BKK vonaljegyen. Figyeljetek, látok itt két piros gombot, az van ráírva, hogy hire, hire, megnyomhatom őket. Meg! Nem mered meghúzni, puha vagy, hogy legalább az egyiket meghúz. Most jössz egyébként újra a reptér felett, szerintem ez a búcsúkör, de nagyon tisztességesen bírod. Remélem már nem tartogat semmilyen meglepetést, illetve na jó, persze, egy picit azért kamúzok, mert jó lenne, ha mutatna még valamit, csak az a baj, hogy én ezeket kívülről nem látom, csak azt veszem észre, hogy először a föld vonalatom, aztán az ég, aztán megint az ég, aztán föld, az ég, az ég, az ég, a föld, az ég, a föld, az ég, az ég, figyeljetek! Na úristen, milyen alacsony. Itt száll le! Érzitek azt a gomat? Elég alacsonyan vagytok, és elég lassan lehet, hogy itt fog téged letenni? Nem, szerintem erre nem tud leszállni, oda nézzetek. Na jó, már a forgalmazás, halljuk, hát ez egy ilyen búcsú. Ó, oda néz, most még belehúz a végén! Na jól van. Oké, Jani elment, Janinak köszönjük szépen. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel.